még mielőtt minden más körülményt elárulnánk, én azt szeretném kérni te, Gergő, hogy mondd el, hogy a halálos iramban 10 miről szól. Hát, hát ez egy ez a fűrész. Teljesen az az élmény volt, hogy a, amikor a film érzelmileg, vagy bármilyen szinten működött, és hatást váltott ki belőlem, az, az nagy, nagyobb Érdembe volt annak köszönhető, hogy én ezt az első Galaxus főzői filmet annól 2014-ben, 9 éve láttam a moziban. Két olyan film van ebben az adásban, ami a, a szarhorror kvótát erősíti, és ebből ez az egyik, a másik pedig a pápa ördögűzője, és a pápa ördögűzője jobb. Szerintem az örökség abban, amit csinált, azt szerintem jobban csinálta. Ilyen filmből láttunk 2000 darabot egész pontosan, ezt így megszámoltam, hogy 2000 darab ilyen filmet láttam, címeket nem sorolok. Már a játékidő elején meg tudjuk, hogy azért van egy ilyen nem teljesen egészséges kapcsolata az anyukájával. Nagyon sok tarbéla hatást érzek ezen a filmen. úgy a legjobb megnézni, hogyha most innen ezt átugrod, és megnézed, és utána visszajössz meghallgatni, hogy én mit ajánlok, beszélek róla. Mert ez is olyan, hogy minél kevesebbet tudul az ember, annál jobb. Aki ma a progresszív, és a filmfogyasztását azt, hogy mondjam, aktuálisnak, meg érvényesnek gondolja, akkor az a koreai filmeket néz. Sok szeretettől üdvözlök mindenkit, ez itt a Filmnéző Podcast, ezúttal már 166. alkalommal. A szokásos csapatból itt van velem Gergő. Sziasztok! És én, Lehel. És hogyha csak így ketten vagyunk itt, az szinte már csak egy dolgot jelenthet, mégpedig azt, hogy sima filmes adás lesz, amiben aktuális filmekről fogunk beszélni. Javarészt ugye mozipremierekről, és lesz ö, olyan film is, ami elkerült a mozikat, és lesz olyan film is, amit már régebben mutattak be, és lesz olyan film is amivel teljesíteni fogjuk a korai kvótánkat, ugye ez egy általunk bevezetett, saját magunk elé állított teljesítendő kvóta ezekre az adásokra, hogy kell lennie bennük egy korai filmnek, és ezúttal ismét kettő is lesz. Igen, igen. Úgyhogy, ja, úgyhogy valószínűleg ez most nem annyira hólyagszaggató lesz, mint az előző kettő sima filmes adásunk, de azért itt is terebélyes és tartalmas kibeszélőre lehet számítani. És akkor egy szolgálati közlemény, még mielőtt belemennénk, ugye mindig szoktunk bátorítani minden hallgatót, hogy Youtube-on kommenteljenek és beszélgessenek velünk a komment szekcióban is. És ugye ez a Youtube-nak egy ilyen még meg nem fejtett anomáliája, de így időnként, hogy eltüntet onnan kommenteket. És akkor vannak már ilyen olyan, hát ilyen ismétlődő visszatérő elemek, amiket már kiszúrtunk, hogy azt automatikusan törli ilyen olyan, nem tudjuk milyen okból, de vannak, van, van amikor teljesen ok nélkül eltűnik egy-egy komment, úgyhogy ha te kommentelsz nekünk, és az eltűnik a videó alól, azt nem mi töröltük ki, mert egyszer nem töröltünk ki egy kommentet se bármilyen videónk alól, hanem azt a Youtube tüntette el. Úgyhogy igen, sajnáljuk, és próbáljuk keressük továbbra is a megoldást rá, vagy ha valaki tudja esetleg, akkor azt írja meg kommentbe, és reméljük, hogy azt nem tünteti el a Youtube. Igen, bár le tudod, ez, ez ilyen rámutatnak, így megfejtik a, ez a bűvésznek a trükkét, és akkor hirtelen agyvérzést kap, és boszorkányüldözéssel kírtja az, az embernek az írmagját YouTube-ról, aki mm. leírja, hogy miért. Annyira kb. rá tudtunk jönni, hogyha valaki linket küld, akkor az tudja, hogy eltűnik az a komment egyből, az át se mm. jön. De a legrosszabb az egyébként az, amikor van egy beszélgetés, ilyen 20 kommentből álló beszélgetés sor, és akkor abból minden második eltűnik, és akkor úgy tűnik, mintha két és fél ember beszélgetne. Magával? Magával. Igen, zseniális. Ez, ez, ott vannak hetekig, azt egyszer csak gondol egyet, hogy hopp, akkor ezt most így ez, eltüntetjük. Szóval ez Miért? rendkívül idegesítő. Ja, egyébként most ugrik be, hogy viszont a streamingeken, tehát például Spotify-on nincs ilyen probléma, és ott a kérdésekre bátran tessék válaszolni. <laughs> igen, a, igen, 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 mert Spotify-nak bevezette azt a funkcióját, hogy ö, minden egyes megjelen, megjelenő adás mellé, hogy tehát nem kell külön kérdést feltennünk, hanem az így jár köbbe minden egyes adáshoz, ha csak közé tesszük egy ugye, olyan kérdés, hogy mit gondolsz erről az adásról. Igen, de azt mondjuk utó, hát az utóbbi néhány. Én... Már... Igen, igen, át tudjuk írni, és akkor általában egy spéci kérdésre átírjuk. Vagy szavazásra? Igen, mondjuk a szavazást igen. külön is be lehet azt szemrakni. rakni. Igen, 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 de azért is érdemes Spotify-on is hallgatni, vagy lecsekkolni az adásokat azoknak, akik csak YouTube-on szokták, mert a Spotify-on szokott lenni szavazás is az adott adással kapcsolatban. Igen, és igen. már láttam, nem, nem hogy, szeretni... hogy a igen, legutóbbi ízé, tömegfilmes témával kapcsolatban feltett szavazáson három 0 arányban vezetnek a tömegfilmek a művészfilmekkel szemben, szóval <laughs> lehet jönni, igen. egyenlíteni. Igen, meg tehát igen, hogy itt a, nem az adás, és olyan kapcsolatú két szavazás van, hogy mondjuk a lehel kettővel kevesebb mondatot mondjon a következőbe, vagy ilyenek, hanem a... <laughs> Csak azért is kell, egy ilyen. Hanem általában filmekkel kapcsolatban, igen, vagy az adott szérián belül mondjuk melyik része a kedvencetek, vagy ugye itt az, hogy a hoz bekapcsolódva, tömegkultúra vagy művészfilmek kapcsolatában. És akkor menjünk tovább. A, hát tovább, igazából most kezdjük el. De hát igen, így. tehát tovább lépünk a bevezetőn és a szolgálati közleményen túlra. Az első filmünkre, ami azért, ez egy elég, ami azért egy elég nagy falat lesz így már a legelejére, és akkor egyébként egy, 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 már így előjáróba, tehát halálos iramban tizet, azt ő, most csütörtökön, amikor kimegy ez az adás, akkor már múlt héten Gergővel együtt megnéztük moziban, és akkor, hogy minden más körülményt Euh, még mielőtt minden más körülményt elárulnánk, én azt szeretném kérni törződv, Gergő, hogy mondd el, hogy a halálos iramban 10 miről szól? Hát, hát ez egy, ez a fű rész. <hály> hát jön egy valaki, akiről kiderül, hogy régen a családjával gecisztek azok, akik a film elején a jó karaktereknek tűnnek fel, és ezért bosszút akar állni, aztán amikor ez félig sikerül, akkor véget ér a film. Ez Azt hiszem. Nagyjából, de igen, de nem, de volt valami még, akarom, én akarom, hogy tehát küzdjél, küzdjél itt. Volt, tehát, volt hogy utána még valami. Majd utólag, majd több kontextusba kerül ez a hallgatók is, de nézem, most én szeretném, ha Gergő küzdene itt. Nézem, jól van, MDB okay, nélkül. <laughs> van, van család, tehát az egész filmnek nagyon fontos tematikai, középponti eleme az, hogy család, és a, a film elején a pozitív premisszából, hogy fú most végre megnyugodhatunk, és most összeülünk, és izé, érkezik egy inger, ami egy ilyen bosszú inger, és akkor el kell kezdeni, egyébként a legutóbbi, az előző adásban, amit, a Doki, amit Norbival csináltunk, abban is volt egy ilyen rendelésem az Indiana Jonesról, hogy na már azzal is megtörténik ez, most megtörténik a halálos iramban filmekkel is az, ami ami mindennel megtörténik, hogy szupercsapat fabrikálásba kell kezdeni, hogy az érkező problémát legyőzhessük, és akkor egy ilyen tendenciát elkezdődik, és akkor előkerülnek mindenféle szereplők, akiknek a feléről így lehel út közben megmondta, hogy ez amúgy ez, és az amúgy ennek a valaki, és akkor stb. Meg az ilyenek. És akkor különféle kurva bonyolult történetszálakon keresztül fut előre a történet, és van sok baszó akció, ami azért nem néz ki olyan fullosan, de legalább van, és szórakoztat, és van, van ilyen a valakinek a lánya, és akkor az, és akkor olyan dráma, hogy most kit ment meg, kit nem ment meg az ember, szóval ilyen, ilyen morális uh, erkölcsi Mondjuk pont nem a lánya, hanem testvére volt testvére. Testvére, na, igen, ú, <síns> nagy a család, na, tehát ez egy családban mar... <síns> igen és akkor, és akkor, ezé, ezé, és van minden. És Tumblr is van, most nézem IMDb, és ugyanúgy néznek ki majdnem. Igen. Tehát, hogy egy kontextust a hallgatóknak, hogy ugye Gergő, te hány, a halálos iramban tíz előtt, hány halálos iramban filmet láttál? Hármat, az első hármat. Az első hármat, igen, és akkor ugye most ugye megjelent a tizedik rész. Én, én azért hogy, fél ilyen félaktív követője vagyok a szériának, majd hamarosan kifejtem, hogy miért követem egyáltalán pont ezt a szériát, pont én. Ha, de, de, remélem. Igen. igen, de hogy. Igen, hogy én beszéltem rá igazából Gergőt, hogy akkor jöjjön már el, és akkor nézze meg. Megvette a jegyemet is, mert amúgy... Igen, igen, igen. Tehát egy befektetés volt az adásba, hogy itt a hallgatók is hallhassák a Gergőnek a halálos iramban tíz véleményezését. Tehát itt itt, itt minden mondtam, a. igen, mondtam Gergőnek, hogy ne is értem, ne is magáért, hanem titek értetek, hallgatóket, jöjjön el a moziba. Igen, ez volt az a pillanat, mint amilyen nekem volt az, amikor elküldt, az, is momoás volt, amikor elküldtem a, a et és így írtad a reflexből, hogy nem, én meg így de. És akkor... Igen, na, igen, most és fel, igen, 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 hogy jó, momoát akarsz? Oké, megkapod. és itt dobáljuk egymásnak a momo igen, mert egyébként tényleg kíváncsi voltam, én azt mindig szeretem egyébként látni, hogy ugye egy adott filmből, mint azt a egy, egy vagy két adással előbb az eltűnvénél mondtam, ugye, hogy azt a filmet ugye megnézetném egy olyan emberrel, aki, aki ilyen teljesen digitális analfabéta, és hogy abból mennyit tud felfogni, és így ugyaneb, ja, tehát én ezt mindig szeretem látni, hogy mondjuk egy olyan filmből, amihez nagyon kevés kapaszkodója van valakinek, ő abból mennyit tud felfogni, hát így azért itt a Gergő eseténél, hogy tehát, hogy a film elejé flashbacket azt hogy, hogy később játszódik majd. Én azt, én azt hittem, igen. hogy az egy tréler, vagy, tehát, hogy ez vagy egy... Igen, igen, tehát, igen, tehát hogy kiderült, hogy nem sokat. Én azt felfogtam, hogy ez egy külön epizód a, a filmben, ami nem igazán e, szervesen a filmnek a része, hanem így előrevetít, vagy felidéz bizonyos dolgokat, csak hogy az honnan csinálja, az nekem nem volt meg, mert azt nem láttam, honnan az volt. Igen. Tehát kb. szerkezet elárult, hogy mi a funkciója, csak hogy konkrétan mi az értelme, azt nem. Meg ugye az a másik, hogy olyan mennyi, ez a film már tényleg olyan mennyiségű karaktert, mozgatott, hogy tényleg annyi kapaszkodója se lett volna egy embernek, aki mondjuk az első Marvel-film, amit megnéz, az a bosszúálló végtelen háború. Tehát itt még szerintem itt tényleg, hogyha azt néztük volna meg valakivel, aki nem látott előtte Marvel-filmet, annak kevesebbet kellett volna sugnom, hogy kikicsoda, kicsoda, mint itt a Gergőnek, hogy akkor ő most kicsoda, meg ő kicsoda, meg ő hát kinek, igen, aki igen. És akkor még miért a film, előtt? tehát hogy ugye a kilencedik részt is azt is megnéztem moziba, a nyolcat azt nem láttam moziba, azt csak otthon néztem. Aztán a hetediket is, meg a hetediket láttam a moziba, és így ennyi. Nekem a halálesíromban a mozis pályafutásom, meg előtte láttam a többi részeket, és tehát a, a kezdeti részeknek, a a annak is van egy bája, meg tényleg az egy teljesen más jellegű film, mint ezek a folytatások. A második részek annak egy nagyon erős bája van, meg a, a második, harmadiknak, a, tehát a két folytatásnak, a keresnek meg a Tokiósnak, az mindkettő tényleg egy bájos filmek szerintem. Tehát így meg, meg azért meglepően jót tett nekik Vin hiánya, azért azt is tegyük hozzá. Um. És aztán utána ott van egy ilyen, a negyedik, hatodik rész az ilyen, az a, olyan akart lenni már, mint az ötödik, mint kettő, előtte és utána is, csak nem sikerült, és az ötödik az, ahol így, így sikerült szerintem teljes mértékben az egész szérián belül, tehát egyrészt egy tökéletes fináléja is van annak a filmnek, tehát ott le lehetett volna zárni már az egészet, mert minden révbe ért, és hogy így az egész, amit ez a szériai próbál, azóta, meg azelőtt is csinálni, annak így a tökéletes aranymetszését szerintem ott sikerült ö, ö, teljes mértékben megtalálni, és az tényleg a ötödik halálos irányban film nekem, tényleg egy olyan film, amit így ilyen x évente itt tök szívesen újra nézek, mert annyira minden jól el van benne találva, hogy tényleg egy ilyen tökéletes popcorn mozi. És aztán így jöttek a folytatások, és így, tehát így mindig volt azért benne valami egy olyan faktor, ami miatt így, na akkor ezért érdekes lett. Ugye a hetediknek az a különlegessége egyébként, hogy az James van rendezte. Ah. Tehát, hogy Hát akkor értjük, uh, honnan jön az izé, igen. A, 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 megvan az összekapcsolás. Igen. -e. Igen, és akkor a kilencedik pedig ugye akkor aztán igazából azért néztem meg, mert ugye akkor volt a mozis újranyitás és igazából bármilyen filmet igazából, ami volt, azt mentem megnézni. Há' ki volt éhezve. Igen, igen, ott máshol volt az inger küszöbb, mint békeidőben. És akkor most itt a tizedik rész, ami ugye egy Két, elvileg két filmes lezárásnak az első része. Most Vin Diesel azóta megpedzegette, hogy lehet, hogy abból három film lesz. Uh, lehet, de jó. lehet, hogy majd ennek a, a, ennek a filmnek a bevételei közbeszólnak, és lehet csak két film lesz. Ez még a jövő zenéje. De megnéztük ezt a filmet. Én arról szóltam, amit így a Gergő próbált elmondani, és itt tényleg így nagyon-nagyon erősen, így nagyon nagy mértékben arra van rájátszva, hogy ez tényleg egy felvezetés, ahol így próbálják tologatni az összes létező sakbábút, de nem azt a húszat, aki alapból a sakba van, hanem a kétszer annyit legalább. Nagyjából. És, de és irányokban nagyjából. És hogy ez nem spoiler, de azért, tehát hogy nem tudom, aki még nem látta a filmet, az most lehet, hogy picit elrontja az értékét. Ez van, de hogy mindenkit visszahoznak ebbe a filmbe, ilyen vagy olyan módon, aki ebbe a franchise-ba szerepelt, és vissza lehet hozni, azt itt visszahozták. És hogy ha más nem csak addig, hogy annyira, hogy lássuk, hogy akkor a következő részben majd lesz neki is szerepe. És hogy maga a film hát, ilyen, igen. az. Ö, tehát tényleg ez egy marha. A maga módján, főleg egy ilyen, tényleg így, hogy megnézzük, ketten és így tök jól el vagyunk rajta, rohadt szórakoztató volt, és annyi. Tehát azért egyrészt, mert tehát a legtöbb színészen is szerintem teljesen lejött, hogy tudja, hogy miben szerepel. Ugye ennek az egész hozzáállásnak a hát koronázott, hát az koronázott, koronázott Király az a Jason Momó hát volt, hát azért az majd kitérünk, kitérünk részletesen. Igen, de azon felül meg. Tehát azon a részén, hogy tényleg ez egy blőd állat hülyeség, az a része kifejezetten jól működött, sőt, igazából a ötödik rész volt, szerintem ennél működött a legjobban ez a teljesen elborult ökörködés. ami szerintem így visszaesés, az az akciójeleneteknek a miensége, aminek ugye azért nagyban hozzájárult az, hogy ugye tehát az előző részeknél ugye volt a Justin Lin, aki egy ilyen veterán rendezője volt a szériának, és ő azért tényleg egy nagyon-nagyon jó akciórendező, tehát az összes halálos iramban folytatásról, amiket Justin Lin csinált, meg ugye a hetedik részes James Vanosról is, hogy lehet róluk mindent elmondani, de amikor akt autós akciójelenetek voltak bennünk, azért abba volt, tehát hogy volt ö, ö, kemény iparos munka. Tehát nem a tisztes iparos munka, hanem amikor tényleg a kétkezi munkás ember belehagyja minden apai anyait, hogy ott tényleg olyan autókkal történő zúzás legyen, amit igazából más franchise-tól nem nagyon lehet megkapni. Ami ehhez közelít tudott nyújtani, azok a Michael Transformers filmek voltak azelőtt, de az is már a múlté. De és ez a, a rész. Többi. Igen, de majd jön a többi. De ez a része ennek a filmnek, ez nem volt rossz, meg tényleg a elején főleg a rómás akciójelenet azzal a... Hát, egy guruló bombával, tehát egy, ez jól nézett ki, hát mi értelme ki, de... volt? Az... <hállt> igen, tehát hogy nem nagyon sok értelme volt, meg az, hogy, tehát, hogy ö, ott, tehát az kicsit olyan volt, hogy így nézem ezt a jelenetet, és én azt láttam rajta, hogy ezt egy másik rendezővel ez, egy sokkal még látványosabb és sokkal jobban összerakott jelenet is lehetett volna. A tényleg a elképesztő mi volt a meg méretei miatt, így önmagában így is tényleg hatásos volt és tudott működni. De ezen felül azért a filmbe így tényleg ilyen kicsit ilyen, ilyen megfáradtnak érződtek az akciójelenetek, és tényleg csak annyi volt, hogy egy rakás autó ment A-ból B-be, és így néha így, ilyen lassítva, van, vagy ilyen, ilyen látványosnak szánt beállításban a kettő a tízes konvojból így fölrobbant. És akkor már csak nyolc volt, akkor talán megint fölrobbant így kettő, és akkor így szépen lassan elfogytak az autók, és akkor vége lett az akció jelenetnek. Igen, kb. kb. <laughs> Meg Igen. volt benne pár verekedés. Igen, amik, amik hát jó, jó, azok elmentek. Nem, nem igen, igen tehát gyábor, az, és az is oké volt, de hogy az, és az, is, hogy azokból is, már csak az előző részben is, azt tisztán emlékszem, hogy volt egy jelenet, amikor a, egy két női karakter egy ilyen házban verekedett emberekkel, és a százszor tehát köröket vert akármelyikre, annak ellenére, hogy ennek talán az egész filmben szerintem a legjobban összerakott akció jelenet az az volt, amikor a John Cena meg a, a Vin Diesel karakterének a, a lánytestvére, ott a házban, ott úgy verekedtek az emberekkel, és akkor ott voltak azért ilyen kreatívabb ötletek, amikor így föntről a John Cena rászakadt az emeletről, a földszintre az emberre, és így úgy ja, igen, valakit igen, meg uh... ilyenek, Tehát ott, ott voltak ilyen hatásos dolgok, de ezen felül tehát ilyen viszonylag egy egész langyos, halálos iramban film volt, ahhoz képest, hogy ez a nagy finálénak lenne a lezárása. Na de, viszont minden más az tényleg... Tehát egyrészt az, hogy tényleg az összes színész itt tényleg bulizni jött ide tulajdonképpen, és, és, azt, és látszott, hogy tehát John Stinán is, hogy, tehát, hogy marha jól érzi magát, és rohadtul nem érdekli, hogy az, amit ő, itt most alakít, az teljesen nincs köze ahhoz a karakterhez, amit ő egy filmmel korábban alakított. Meg egyáltalán a színészethez, tehát ez, ez, nem, ez nem, tehát, hogy lehozta, amit Igen. le kellett hozni, csak az a baj, hogy az, a, az, az, nem egy szerep volt, hanem ez az ilyen, hát ah, most itt szórakozok meg ilyesmi, és tehát szerintem Igen. amennyivel volt az átlag alatt a, az, az, ő teljesítménye annyivel volt feljebb a Jason Momoának a teljesítménye, már csak Igen. abból adódóan, hogy mennyire, mennyire szalonképes az, amikor ezek az emberek élvezik azt, amit csinálnak. És úgy tűnik, amikor a John Cena élvezi, akkor az ilyen szar, amikor a Jason Momoa élvezi, akkor az meg jó, vagy, hát, valami ilyesmi. Igen, és hogy még mellé pedig az szerintem nagyon érdekes volt látni tényleg azt a kontrasztot, hogy mindenki itt van, kb. mindenki végig vigyorog, meg hú, de buli van, meg minden, és akkor ott van Vin és egész végig úgy be van feszülve, hogy tényleg, hogy egy buliba látnád, akkor 10 méteres körben elkerülnéd, hogy nagy belét kössön. Tehát, hogy így... Igen, igen, meg állandóan úgy beszél, ez az ilyen, tudom, hogy geci basszusos hangon van, és akkor ilyen kurva halkan mondom a mikrofonba, hogy és akkor így elcsuklik már a hangom kábé, És így mondja, és ez hát kurva keménynek van számva, és idő után már komikus. De igen. úgy tűnik, hogy akkor jó volt itt a szemöldök, a Mr. Szemöldök Szemöldökráncolás, vagy hát nem is tudom. Igen, és akkor emellé pedig ott van tényleg Jason Momoa, tő, ő, egy olyan karaktert játszik, aki az ötödik rész főgonoszának a fia volt, és ugye így ilyen, ilyen tényleg ilyen fűrészesen, már csak azt is, hogy a, ugye retkonolták a ötödik résznek a jeleneteit, és így újraforgattak jeleneteket, úgy, hogy a Jason Momoa is ott van. Csak ugye mi a Jason momoa azt nem láttuk az ötödik filmből, még nem volt ott. És ugye a legszebb az egészben ugye az volt, hogy ezt így ahogy ezt így az egy filmben belül is játszottak egy ilyen kört, a végén van egy ilyen csavar, amit tényleg konkrétan itt a fűrészt idézi, hogy így bejátszások vannak, és akkor hogy látjuk ugyanazt, amit korábban, csak más verzióba kibővítve, amit korábban nem láttunk azért, mert nem mutattak meg, de amúgy az is ott volt. Igen, és igen itt... de, de konkrét ugyanaz volt, tehát hogy én nem láttam a többi filmet, de hogy elég volt a, a, ezt az egy filmet megnézni, és ennek is azt a Kb. a második uh, harmadában, tehát a közé, filmnek kb. a középső részében, meg a vége felé, úgy kb. észlelni a filmnek úgymond a tartalmát, ahhoz, hogy felmerüljön bennem az, hogy baz meg ez egy ilyen fűrész struktúra. Ez tényleg ugyanúgy mm. szerveződik, és még az is benne van, hogy ilyen, hogy ez az ilyen vokitóki hangon, valaki nyomja a szöveget, yeah. most nem spoilerezek többet, és akkor közben megy az ilyen reveláció pillanat, hogy fú, most akkor be-be a be, hatalmas csapda, ami annyiszor át van gondolva, és annyis, annyiszor újra kell konceptualizálnia magát az embernek, hogy megértse, hogy úristen, tehát, hogy jó, azért a fűrész ez erre köröket ver, de hogy itt is azért ugyanez a struktúrát beadják, hogy fú, sokkal még ment is a fűrész, és tényleg olyan volt az egész, az a bevágások, hogy így volt, de különben úgy volt a másik, meg az ilyenek, és én, mondjuk a felét nem értem, de hát most mm. van ez így. De meg különben reagálnék arra is, hogy mondod, hogy az akció kicsit kevésbé, meg ilyesmi, hogy egyébként ezt úgy kb. elismerem, csak mondjuk nincs referenciám Igen. hozzá, mert mert ugye nem láttam a, a többit. Viszont most ez, ez túl nagy bók lesz, szóval vegyük úgy, hogy úgy mondom, hogy amint elhangzik, egyből vissza is vontam, csak mivel utána tudom majd csak elmondani, hogy egyébként mit gondolok, ezért ezt most előre bocsátom. Tehát emiatt a film miatt meg. Lehel már sokszor ajánlotta az ötödik részt, és azt az csak úgy egymagában nem fogom megnézni. Most ezek miatt így eldöntöttem, hogy előről megnézem az összeset, és akkor majd összeáll a, 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 nagy valamilyen kép, de hogy igazából ez egy rendkívül ambivalens élmény, és csak úgy önmagából nem jutna eszembe így megpróbálni ilyen kutató jelleggel mélyebben belásni magamat az egészbe, mert, mert olyan, hogy a filmnek az egyik felében tök jól szórakozok, így nyitva van a szemem, így követem az akciót, így, így el vagyok, aztán észreveszem magam, hogy ezt csinálom, és akkor örülök, majd eszembe jut, hogy ne ezt majd elmondom a podcastben, hogy egyébként tökre le tud kötni ez a film, annak ellenére, hogy egyrészt úgy ülök le, hogy ez egy ilyen fos lesz, annak is a tizedik része, és akkor jó, meglepődök, hogy tökre lekötnek az akciók, értem, hogy oké, okay, fordulatok, meg ilyesmi, noha azért a szerte ágazó történetszálak és a sok karakter már azért a filmnek abban a szekciójában, amikor az ember érezni, hogy most már lassan közelít a vége, akkor talán jobb volna, ha egymás felé kicsit szigorúbban konvergálna, és ez nem történik, akkor kicsit elkezdek aggódni, de mindegy, viszont a másik fele az egésznek pedig azt az élményt közvetíti, amikor elhangzanak az ilyenek, most ez nem tudom mi melyik rajzfilmben volt, arra emlékszem, hogy nővéremmel néztük nagymamáméknál tévében vidéken, és van ez az izé, hogy, hogy megcsináltad Alexander, együtt csináltuk meg. És na ilyenek, ilyenek mennek végig, a filmben, és mikor egy darabig így élvezem, akkor bebasznak egy ilyet, és én így belesüppedek így a székbe, hogy anyád, hogy, hogy, és, és mellettünk még így röhögnek a, a másik sorban, és baszki, ki, ez, 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 ez úgy tűnik, hogy ez a poén, és ezt én így nagyon nem bírom átérezni, meg hogy azt, és akkor most így, ezt így megkérdezem tőled, hogy ez a film ez így komolyan gondolta azokat a részeket, amik mondjuk arra vonatkoztak, hogy család, meg összetartás, meg ilyes. mi ezeket szerinted komolyan vette, vagy ez is poén volt? Nem, ez, ez, teljes, ez, ez az, hogy teljesen komolyan vette, és az, hogy a, az a korábbi részekbe, tehát hogy a, mondjuk egy ötödik rész, hogy visszautaljak, tehát abban is van humor, de az, 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 egy film. És az úgy tehát, hogy teljesen működik az a, ez a motívum, mert egy filmben látod. És úgy, az, a, ahogy így a, haladtunk előre a szériába, ugye a Vin Dieselnek, ugye ez egyébként szerintem valamilyen szerintem ez is volt a sikere az egésznek, hogy ezt konze, konzekvensen végigvitték az egészbe, és ugye most ami ennek a filmnek az elején volt, ez a, a barbecue, és összeül a család, és mindenki boldog, az amikor az összes korábbi filmben ez a, ez a finálé, amikor minden, minden véget ért, megmentettük a világot, vagy gazdagok lettünk, vagy bármi, és akkor oké, okay, akkor összeülünk, és akkor mindenki boldog. És hogy mm. csak ugye közben, ahogy haladt előre a szélre, és lett egyre inkább elborultabb minden más, és a haverok is csak szórakozni jöttek el a forgatásra, ugye ez egyre nagyobb kontrasztba került. De ugye amikor az egész a csúcsán volt, akkor ezt mondom, mert a, tehát amikor a legjobb filmjei a szériának, azok tényleg jók, mint filmek is szerintem. És így viszont ugye amikor ezt, ezt, ezt így végig konzikvensen megtartották a széria során, csak ugye közben minden más például Jason Momoa, vagy de, tehát a Dwayne Johnson is hasonlókat csinált két filmmel korábban, meg nagyon sokan mások is, és kezd minden egyre infantilis, kezd minden egyre infantilisebb lenni, meg az előző részben még ilyen önreflektív poén is volt, meg tehát ilyen, hogy, a, hogy azon poénkodottak a karakterek a filmeken belül, hogy hogy lehet, hogy ezt a minden sok hülyeséget, ami körülhez keresztül mennek, ezt mind túlélik. És hát akkor ez, ugye, ez, 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 így ta, ez, így, egyre inkább távolodik el egymástól, és érződik ilyen disszonásnak az egész. És itt ugye ez teljes mértékben az van, hogy itt már annyira minden más, annyira nagy ökörködés, hogy amikor tényleg próbál komolykodni az egész, akkor mint benned is, most fölmerül egy a kérdés, hogy ezt most, ezt most itt ebbe, ebbe a filmbe, ezt a moralizálást, meg ezt a család családmelodrámát, ezt most komolyonak szánták-e, vagy se. Uh, tehát ilyenkor fölmerül ez a kérdés, mert annyira el van távolodva minden más attól, és annyira nincs diszoranciában azzal, amit látunk az előtte lévő két jelenetben. Hát igen, meg hogy ugye, tehát vannak ezek a, vannak az ilyen zseniális filmek, tipikusan koreaiak, ahol egy másodperc alatt tudnak ö, kurva viccesből, de az, annak is az ilyen szélső értékéből, a debilen viccesből az ilyen véresen komolyra váltani, vagy valami ilyesmi. Igen. És hogyha ez egy, ez egy fasza film lenne, akkor ebbe lehetnének ilyenek. Tehát, hogy itt, itt hogy mondjam, tehát igen. alapból kicsit, hiteltelennek érzem magam, amikor ilyen összehasonlítást csinálok, mert annyira látványosan nem ezt csinálja a film, hogy azt sincs kedvem mondani, hogy ebben benne rejlik egy sokkal jobb filmnek a potenciája, mert az így ki van dobva az ablakon. Tehát, hogy most így, mit tudom én, boldog és szomorkásan drámai jelenetek váltogatják egymást ebben a filmben, ami egy nagyon pörgősre szervezett film, és akkor ez feladná a lehetőséget, hogy mit tudom én, hogy csináljunk bele valami ilyesmit, amit vázoltam, csak hát ez nem is stimmel hozzá az, hogy akkor az nem lesz egy ilyen komfortélmény. És hogy az a baj az egésszel, hogy ez egy ilyen nagyon durva komfortélmény, és még akkor is, hogyha egy ilyen fú mindent eldöntő akármit készítünk elő, ami amúgy nagyon furcsa nekem az utóbbi időben, hogy a, hogy az is komfortélmény, hogy most aztán tényleg mindenkinek az összes erejét be kell dobni, hogy megállítsunk valami nagyon rosszat, E, e. Jó, szerintem ez nem, nem stimmel, meg hát pazarlásnak is érzem, csak alapból az egész szándékot érzem egy kicsit gáznak, hogy, hogy most ilyen filmet kell csinálni, hogy nem is tudom. Tehát hogy az igen, az a baj, hogy nem értem, hogy mit kéne itt élvezni. Én, mert... a... Na, igen. És az, hogy amikor amikor itt ez működött, akkor tehát azért működött, mert ez a családmotívum egy filmen belül volt, és nem egy ilyen monstrum ökörködésben, hanem amikor tényleg a jobb pillanatai vannak a szériának, akkor úgymond egy ilyen, tényleg egy másfajta filmeken belül, ez egy átívelő motívum volt, csak közben a filmek tényleg annyira megváltoztak olyan szempontból, hogy itt annyira, tehát most a két filmmel ezelőtt is olyan volt, hogy a Antartison mentek kocsikkal és tenger meg minden, és a Dwayne Johnson a saját kezével állfordított meg egy torpedót, meg ilyenek meg így, tehát, hogy a, meg a, korábban is a Dwayne Johnsonnak volt egy olyan, hogy be, eltört a keze, és be volt gipszelve, és akkor a film végi akció előtt be akart szállni a buliba, és akkor fölállt, és letörte a kezéről a gipszet a saját kezével. ez zseniális. Tehát, ez igen, tehát, és akkor ugye, hogy hő, így megvan benne ez a motivum, ez a család motivum, és szerintem az egész szérián belül ez adja azt a komfort élményt. Csak ugye ezt a fajta komfortélményt, amit ugye a széria konzekvensen próbált végigvinni, azt ugye minden másik kezd folyamatosan alásni, ami neki tényleg ez a teljes kicsúcsosodása, hogy itt van a Jason Momo, aki tényleg azon poénkodik, hogy a, a kifestett körmei, meg a kocsija ugyanolyan színű rózsaszínek, meg két jelenettel előbb, meg két hullával beszélget. Tehát kifesti a körmüket két hullának, akik tényleg ilyen te látszott rajtuk, hogy itt kegyetlenül lettek kivégezve, és be vannak tekerve szigetelőszalaggal, meg ilyen kartonragasztóval Hogy egy helyben tudjanak maradni a parti székekben. Igen, egy azokkal szépen. beszélget a Jason Momoa, és utána van egy jelenet, ahol mondjuk a, a Michel Rodriguez meg a Charlie Staron félholtra verik egymást, és még egyet pislogsz, és akkor utána Vin Diesel pedig egy, egy keresztet fog a kezében, és imádkozik, hogy család. Tehát így... Igen, igen. És ugye, és egyébként az a másik, hogy ez, ez ilyen tök. tehát Amit ugye, egyébként a hasonló film, ugye a bosszúállók végtelen háború, egy fokkal jobban csinált. Ugye a sok karakter nyilván nem ilyen egyszerű mozgatni, de tényleg annyira szertelgazott már ez a film, és annyira sok szálló mozgott, annyira sok karakter, hogy tényleg nem nagyon. Tehát a filmnek a közepén tényleg nem volt egyéb jelenet, hanem minden jelenetet több részletbe láthattunk. És így tehát itt rendes frusztráló volt már néha nekem, hogy itt tényleg egy. Nem tudtunk egy jelenetet végignézni, mert már vágtak át a másikra. Igen, és meg ugye, hogy... miután elindul az a jelenet, utána bevágjuk a másikat, mert közben ott is zajlanak az események, és így folyamatosan olyan szinten ugráltunk jelenetről jelenetre, meg jelenetek között, hogy. hogy hogy ez a, tehát a film élvezhetőségét rontotta. Igen, meg hogy ez a, van ez a dolog, hogy a, a párhuzamos vágásban is van egyfajta koherencia, tehát, hogy amikor van egy párhuzamos vágás, akkor az általában azért van, sőt, hogy ez nem általában van ezért, hanem ez erre született, és akkor is ezt a, ezt a hatást közvetíti, hogyha valaki nem akarja, Igen. hogy amikor valami valamivel párhuzamosan van vágva, akkor annak a két dolognak egymáshoz köze van. De hogy, és lehet, hogy itt is lesz közük egymáshoz a párhuzamosan bevágott cuccoknak, de hogy azok nem ebben a filmben lesznek lecsapva, az teljesen biztos. Akkor meg akkor meg egyrészt mi értelme volt, mert így tényleg ráment az élvezhetőség, meg egyáltalán az érthetőség. Tehát, hogy a, Valamilyen geci gyorsan történik, hoppát megyünk tök máshova, és akkor ott is csinálunk valamit, mert most az ebben az időben történik, és hogy erre mi szükség van azt tudni, hogy ez ebben az időben történik. Tehát hogy nem lehetne egy sokkal jobb második részt csinálni úgy egyébként, hogy van egy sokkal jobb első részünk, és akkor mellesleg még történtek különféle dolgok, amit majd a másodikba fejtenek meg, hogy ezek már korábban történtek, és akkor berakják a második részbe is, a én, a fűrészt, és akkor még durvább, mert olyasmiket lehet ábrázolni, az izé. A, a, revelatív igényű montásszerűségben, amelyek egyébként tényleg revelatív igényűek, mert meglepő, hogy azok amúgy akkor voltak. És akkor na hát, sokkal jobb képlet áll össze, így viszont ilyen káosz gyanús az egész, és amúgy egyébként nem, 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 teljesen halott a dolog, mert hogy amit látunk, az viszont tud szórakoztató lenni. Tehát mondjuk a, a rómás rész a guruló bombával, tehát hogy oké, okay, tök szórakoztató, tök izé, de még ez is ambivalens, mert semmi értelme az egésznek, tehát nem tisztázott, hogy a, az aktuális gonosznak mi a célja, mikor örülne, mikor lenne érezni úgy, hogy elérte a célját, neki tök mindegy az egész, és akkor itt történik valamerre a dolog, és bármi történik, abból, abból az fog következni, hogy, hogy az a, az a, az a rossz karakternek lesz jó. De hogy Látványosan nem az történik, amit akar, hanem valami más. És ez mégis neki is nem lehet érteni, mi a fasz van. De mindegy, mert nagyjából, meg gördülékeny, meg van menü, motoros trükk, meg, meg, meg van izé. Bravo, mondjuk! hogy bravo! <laughs> hát az, na, azon tényleg, itt ilyen poénok vannak de még, még én is felrögtem, pedig azért próbáltam visszatartani magam, hogy így mondjam. De tényleg, de amikor de már annyi kibaszott. Hát igen, igen, tehát ez a próbáltam a gondolatrendőrt tényleg a fejemben izmosan tartani, de amikor már annyi sztereotipikus olasz poént elsütöttek, akkor már a faszom nem számít arra senki, hogy ez hogy a, a Jason egy megy motorral, az őt üldöző elé gördít valami akadályt, és akkor azt az én menőn kikerüli, és akkor egy ilyen fél másodpercre, de tényleg annyi időre, mint amennyi ideig tart a, a az Indiana Jones 4-ben azt, hogy a majmok egymást kurkásszák, tehát két másodpercig ő így megfordul, és van egy ilyen pici svenk, és akkor mondja, hogy bravo. És tartja a kezét, hogy és kezét így, hogy milyen olaszos, hogy bravo. Igen, és... Kurva hülye. Amúgy, belőle belül állt ez a film egyébként, csak miatta érte megnézni, most jövök rá. Igen, tehát, hogy ez így... És ilyen szempontból ezt mondom, ezt tehát, hogy azt mondja, a köz, film közben is, meg utána is mondtam a Gergőnek, hogy a, a Jason Momo, meg egyébként sokan mások is, de leginkább a Jason Momo teljes mértékben felfogta, hogy mégis egy milyen filmbe szerepel. És, Kis így és az van, hogy... tetszett így... neki. Igen, és tetszett neki, és hogy, az, hogy, és hogy, ott van mellette a Vin Diesel, aki meg így közben itt tud, egy olyan a saját ilyen, ilyen buborékjában van az egész filmen, meg a stábon belül, és hogy ő egy ilyen teljesen más filmbe gondolkozik. Hát igen, ő egyébként a film közben élte ki a Béli rossz kedvét, hogy nem olyan filmet kell éppen forgatnia, mert nem abban egyeztek meg a forgatás előtt, hogy az olyan lesz, mint ami ennek ő akarja, és akkor közben a duzzogásából csinál színészi játékot, ami vagy sikerül, vagy nem, de leginkább nem. Viszont a, most így a, Jason momoa gondolva, tehát a legutóbbi film, amiben én láttam, ezt azt hiszem beszéltük ott a, a film után is, az, a, az ez a Slumberland volt nekem, ahol meg ugyanilyen hangulattal és hát ennél talán kisebb lelkesedéssel, meg kevesebb adrenalinnal játszott Jack Sparrow-t, és az is kurva vicces volt, szóval úgy tűnik, hogy neki most ez a bulis korszaka van, mint ahogy különben az, az egész fővonalas Hollywood, ez az ilyen haverokkal Igen. bulizunk vonalat képviseli, de ezt ő éli a legjobban is el kell ismernem, hogy ebben így tényleg van élvezeti faktor. Tehát, hogy a Jason Momoa miatt megéri az egész, egyébként meg kurva szart, tehát, hogy nem is értem, mi van. Meg egyébként szerintem a Ellen Rickston, aki a... E, tehát ő volt az új ügy, ügy, előző filmekben még nem szerepelt, ő volt az a ügynek, akinek akkora volt a keze, mint neked a két combod. De de... A combom His... nagy, legyen mondjuk a... Legyen I, mondjuk I, a... A, legyen a törzsem. <laughs> Na mindegy, de a, ő, ő az a színész az elleni szor, és amúgy tehát ő is ilyen, tehát ő is itt tisztában volt vele, és ő is itt próbálta ezt a keménykedő karaktert, és így a végén ott a csavarnát, tehát az, ilyen, az is így, ott neki is így ért a karaktere ott, amikor tehát, hogy így. De az amúgy, az is annyira röhelyes volt, tehát akartam is kérdezni, csak elfelejtettem, mikor ott voltunk, hogy a, amikor lezuhan mögötte a valami és akkor így néz bele így a kamerába, ő is a háttérben ilyen, hát kibaszott primitív mélységi kompozícióval történik ott a robbanás, vagy a fasz tudja mi éppen. akkor ilyen, akkor szerinted is ilyen kínosan egy pislog, hogy még nézni kell? Még, még, még veszitek? Most a hogy Kb. így is, így az meg, ó, úristen ember, kicsit legalább valami erőltes meg magad, de nem úgy, hogy látszódjon, please, hanem csak olyan természetesen tudod, színészet, meg ilyenek. Szóval ez... Uh, Igen. Ugye, egyszerre vicces, meg nem. Ja, meg baszki, volt, volt benne pár ilyen, hogy a, tudod, ez az ilyen, mint, a, mint, az Atenában. Tehát, hogy amikor így, meg a kárterben, amikor így fú, mindenen átmegy a kamera, és akkor mutatja egyszerre a, az ilyen a tűzzel a háttérben, a már vérre, vérrel megtapasztott keresztet, ahogy így fordul, és akkor közben átmegy, és akkor minden így esik körülötte szét, és közben megy a kocsi előre, és akkor faszon, ilyen kibaszott digitálisnak hat az egész, és, mert az is. Mert az is. Tehát, hogy es, meg se kísérli azt, hogy valóságosnak tüntesse fel az egészet, és hogy na az ilyesmi, ez olyan, hogy ezt így elnézem, hogyha ez az egész, ahogy itt kinéz, ennek a tökéletes ellentéte a másik irányban, tehát a jó irányban. Akkor így, de hogy ez, ezt nem is értem, hogy ezt így, bár egyébként így belegondolva, hogyha már ennyi szart felnyomtak, akkor ez kb. úgy hatott, mint a, mint a, bravo, a sok hülye egyéb poén után, szóval most itt. megmagyaráztam magamnak, hogy mi de... Tehát én azt sem vagyok hajlandó tolerálni, amikor ilyeneket nyomnak igazából. Igen. Úgyhogy uh... igazából itt nagyját elmondtuk erről a filmről, amit tudni érdemes. Uh, ha hallgatók közül, ha más is követi ezt a szériát, akkor írjátok le, hogy mi az, ami miatt uh, még uh, követitek egyáltalán ezt a szériát, vagy vagy ha menet közben szálltatok ki, uh, ugye. akkor uh, akkor írjátok meg azt, hogy miért. Uh, kíváncsiak vagyunk és akkor majd hamarosan, akkor már a Gergővel már teljes, a teljes kánonnak a tudatában majd akkor várjuk a folytatást és a nagy lezárást. Ja, mire kijön az addigra, megnézem a többi filmet, esküszöm. Elemző szériában nem vagyok benne. Nem, az igen, az, azért az... az, az, az nem, mond, nem, azt mondom, hogy túlvállalás lenne, de, de de, de hát az, az, ilyen, a, ez az, 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 ilyen az Akkor mi nagyon szerintem. félre menne, tehát hogyha rászánnánk hónapokat az életünkből arra, hogy az összes halálos film filmet itt adáson belül kibeszéljük. Tehát hogy azért annyi más filmszéria van, meg annyi más film van, amiről beszélhetnénk, és akkor tehát, hogy igen. igen tehát pont, pont, nem... ezekkel szarakodunk. igen. <laughs> igen. úgyhogy erre ezek az aktuális filmek, amikor, meg, amikor Hollywood kikakil egy ilyet magából, arra tökéletes. Akkor mi azt hogy megesszük. Gyere, <laughs> szar. <laughs> <Yere>. <laughs> És akkor egy ilyen, tényleg egy ilyen ökörködős bohózat után menjünk hát egy másik filmre, ami idén már a második Guy Ritchie film, ami sajnos elkerülte a hazai mozikat, mert Amerikában bemutatták, de a világ többi részén ugye az Amazon Prime forgalmazza. És hát igen, magyar mozi bemutató elmaradt, pedig azért ha filmet most ez a föl, itt lévőek közül moziban néztem volna, akkor kb. két kórai film mellett még ez lenne az, amire mondanám, hogy na ezt moziban. Igen. De nem, itthon kellett megnézni. The Covenant. E, és most, akkor ugye most, volt? Most, most, most én kérdezek, tehát hogy te Bár mondtad, med? hogy... Igen, igen, Csak tehát... annyit akartam, hogy... Mondjad, mondjad, mert akkor utána ezt el tudom mondani utána is. Csak hogy ezt így nekem nagyon felnyomtat, hogy ez milyen fasza Meg így nem tudom. Ez volt az általános vélemény, hogy ez mennyire jó. Aztán így igazából megnéztem, és akkor most jön ez az ilyen, most az, hogy, hogy így uh, Robert felkérdezik Ujás Márton. Tehát, hogy uh, miért? Ez miért? Ez, ez, ez miért jó? Tehát, hogy uh, ezt így nem értem. hogy ez, ez Miért olyan jó? Ö, ebbe a, ugyanaz volt a jó, mint a másik Gálici filmben, ami volt, ugye? egyel előző az egy igazán tühös ember. Tudtam, hogy azt fogod mondani példának, de mm. és... Igen, Igen, mert, is. Igen, mert, mert ugye ott is ugye az volt ugye, hogy volt ez a gangster story és azt ilyen, tehát ilyen ö, fegyelmezett, azt szerintem annó is ugyanezt mondtam, hogy ilyen fegyelmezett ö, szikársággal, meg ö, tudatossággal vitte végig az egészet, és hogy tényleg, hogy, tehát, hogy úgymond abban a filmben is hogy nem volt egy poénse, de azért, mert egy olyan storyt mesélt el, ami nem vicceskedni kell, hanem ezt most vegyük komolyan és így, így beleáll ebbe az egészbe, és így tényleg ez a, ez a szikár tökös csávó film, igazából ez is ugyanúgy, mint az, és ilyen, ilyen egyszerű értékeket mutat be. Most azt nem, nem néztem utána, hogy ez valós eseményeket dolgozza -e fel, vagy se, valószínűleg nem. De ez, hogy tehát, így, ez a, tehát az a, így, kicsit így lecsupaszítva, ez így a filmnézésnek a, egy ilyen leegyszerűsített, de nagyon hatásos és sűrű verzióját vonultatja föl, amit én nagyon szeretek. És ez is az, hogy igazából itt nem történik itt se sokkal több más, szerintem, hogy elmesél egy sztorit, és azt így, szerintem, tehát hogy egy idézőesen hibátlanul, tehát hogy ezt a sztorit, amit itt most látunk, ezt ennél jobban más, hogy más színészekkel, amikor az ember, megnéztem, ezt a filmet, így eszembe se jutott volna. Meg ha akarnak, se tudok jobbat mondani, mondjuk, hogy erre a főszereple a a fordító karakterját, nem jut eszembe a, a neve, de Jake Gyllenhaal helyére is, tehát egy másik színésszel, ezt így, tehát ez nem, ez, ez így volt elrendeltet, vagy ez így megtörténjen. És hogy így tényleg, tehát nekem működött az egész hatásossága, és tehát a zene is marha jó volt, de rá lehet sütni, hogy ez hatásvadász, meg a film is, hogy ilyen hatásvadász, de hogy, amit sokszor szoktam mondani, hogy ez a film ez baromi hatásos volt szerintem. És akkor lehet hatásvadász, hogyha van mit levadászni. És akkor még mielőtt, ha valaki nem látta volna ezt a filmet, ez miről szól? Ez a közelmúltban játszódik Afganisztánban, ahol ugye a ott lévő katonák ugye helyieket segítenek, helyeket alkalmaznak fordítóként, és hát ugye, hogy a film is mondja, hogy nem fordító, hanem interpretáló, ami nem ugyanaz. És itt az történik, hogy a Jake gyllenhaal a egység, meg előbb is, hogy egy ilyen, kialakul egy ilyen érdekes karakterdinamika a Jake Gyllenhaal ugye szakaszvezető parancsnok volt talán ő, Aztán, és ez, a, ez az interpretáló karakter között, és akkor ugye oda kerülnek egy olyan hely, egy teljes mértékű egymásra utaltsági helyzetbe. És akkor ugye a film címe is ugye ez a Covenant, és lefordítva ugye ez a ilyen köteléket e, jelenti, és igazából ez a film is ugye azt mutatja be, hogy ez a kötelék, ami kialakul két ember között, ez mennyire erős, és hatás, mennyire erős tud lenni, és amikor ezt nézem egy filmben, az meg mennyire hatásos tud lenni. És, tehát én, és tehát szerintem ezért olyan marha jó ez a film, mert hogy vállalt egy történetet, amit elmesél, és azt így kompromisszum mentesen, fegyelmezetten elmeséli, és én ezt marhára tudtam élvezni, és én tényleg ezeket az ilyenfajta filmekből nagyon kevés van már, mert hogy minden, mint mondjuk tegyük fel, tehát hogy ez a fajta hangvétel, amit ez a film árasztott, a Vin a komolykodására az előző filmből, arra föl lehetett volna húzni egy ilyen tálalást is, de nem tették, hanem egy ökörködésbe rakták. És ilyen filmből, ami ezt csinálja, amiket annó mondjuk a Tony Scott csinált még a Top Gun után, vagy tényleg a 90-es években készültek ilyen hasonló akciófilmek, vagy még volt annó a Ridley Scott a végveszélyben is, meg, tehát készültek ilyen filmek így a 2000-es években is most így belegondolok, de mindegy, meg most is, de hogy nem olyan mennyiségben olyan pénzből, olyan sztárokkal, és olyan tudatos elkészítéssel, mint ez. És akkor egyébként, tehát, hogy ez, ez miben több, mint a tisztes iparos munka? Ö... Na látod, ez egy jó kérdés. Ö... Mert hogy egyébként Igen. nekem van van egy ilyen érzésem az egésszel kapcsolatban, hogy ez egy tisztes iparos munka akar lenni, csak beleszalad, szerintem pont abba, amit, de konkrétan ugyanabba szalad bele, amit felhoztam a, az új nyugaton a helyzet változatlannal kapcsolatban is. Tehát ott is látok egy olyan, egy olyan ábrázolást, egy olyan témára ráhúzva, amihez szerintem az kurvára nem illik, és aminek viszont ah. vannak filmtörténeti előzményei, hogy az hogy néz ki jól, meg hogy működik jól. És tehát, hogy például itt Valóban nagyon jó a zene, de az ki idegesít, hogy miért kell ilyen pátoszosan, ilyen tisztára fényezetten, ilyen távoli izében nézni egy brutál háborút. És ezt én nem vágom, tehát ez a ez a vagy lehet, hogy ez egy új stílus akar éppen lenni, de akkor de, jelezném, de, de, de. hogy ez nem jó, de hogy ez, tehát ez, 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 ne, ez nem, nem stimmel. Tehát, hogy ez a, amikor annyira f, f, semmi kosz, semmi izé, steril az egész képi világ, és a zene is steril, oké, jó, de kurva steril, egyedül egy, egy dolgot tudtam elvezni, kis, kis spoiler, de mivel nincs, nem találok kontextust, ezért nem igazi spoiler, tehát van, amikor a végén tolja fel a cuccban a, a cuccra és akkor na, az, az kurva hatásos erre a zenére, na, igen. de csak azért, mert, 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 a, mert ott annak van valamilyen jelentés, és na, ahhoz az egy darabi részhez illik az, ahogy kinéz, és illik hozzá a zene. Az összes többi, ez kurvára nem illik, és nem is értem, hogy ezt miért kell így, és hogy a, a nyugatomány... És a de amikor rajtuk áll, ütnek, és, és a, tehát, amikor megy a zene, a másik zene, és amikor rajtuk ütnek. És amikor ugye megtörténik a... Így, így, a sok jem. karakterből kevés karakter lesz. Igen, mert korábban is, amikor az van, hogy most van egy csapda, nincs csapda, és akkor utána van ez, -e, meg, meg amikor ott, mikor azután tör ki a perpatvar, hogy oda mennek valakihez, aki látványosan sokat húzza az időt, és akkor az interpretátor interpretál, és rájön, hogy na ez talán kamu, és utána is van balhé, mert szerintem azokat ilyen, ilyen mocskosul kellett volna ábrázolni. Tehát, hogy ez, ez az ilyen háborús ábrázolás mód, vagy nem is tudom. És például, ebben nem volt olyan, mint a nyugaton a helyzet változatlanban, amikor így, amikor az a baszott túl klausztrofób izé, hogy átmegy fölötte, vagy hát de, az amikor tolja föl a végén, Na, az volt ennek a filmnek az olyan pillanata. De hogy egy ilyen pillanat jut ezekre a filmekre, tehát egyszer találják el szerintem azt a, a forma és tartalom egységet, de különben, tehát lehet, lehet hogy ez egy ilyen szándék, tehát hogy ez, a, ez az ilyen eltávolító, ö, szemlélet a filmnyelvben, ez tényleg lehetséges, csak hogy nem, nem érzek benne cél. Tehát, hogy ez, ez, ez... Én, 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 szerintem azért volt benne ez a cél, mert tehát, hogy itt nem feltétlenül mondjuk egy nyugaton a helyzet változott, hanem itt nem a háború volt a hangsúly, hanem az egy közeg volt a történethez, amit elmesélt tényleg a, a két karakterről, meg ugye az emberi hozzáállástól a dolgokhoz. És ugye azon volt a hangsúly végig, tehát hogy itt a, és ugye főleg, hogyha hogy tudjuk, hogy mi hova fut ki az egész film, akkor tényleg elmondható, hogy itt tényleg ez arról szól, hogyha mondjuk van egy ember, aki, aki tart, akinek teszel egy jót, akkor mondjuk ugye, hogy tehát, ha jót teszel valakinek, akkor ugye nyilván az nem azt jelenti, hogy neki vissza kell az fizetnie, de az te, hogyha te mondjuk emberként, ugye ő megfordul a helyzet, és ugye ő lesz a rászoruló, akkor te, mint ember, hogyan reagálsz arra? Az, ez, ez most nem, azt nem, akarok ilyen belemenni, mert hogy most ugye nem, nem vagyok társadalom kutató, meg nem kínja, csak hogy ez a film mondjuk ez erről mesél szerintem. Tehát az emberi kapcsolatokról, két embernek a kapcsolatáról, meg arról, hogy tényleg, hogy így egy olyan, ért, vagy olyan értékeket mutat, emberi értékeket mutat be, amik amúgy hogy ilyen, ilyen filmekbe így vagy készpénznek vannak venne véve manapság, vagy nincsenek ilyen szinten körüljárva, és itt, itt tényleg egy lecsupaszít, vagy ezt kapjuk meg. És szerintem talán azért lehetett itt Eh, eh, hogy mondják, tehát azért igazolja ezt a lecsupaszított és teril ábrázolást, mert itt nem a háború moskosságát akarta bemutatni, hanem azt, hogy két ember elmegy egymásért a végsőkig. Igen, igen, tehát hogy ez például egy jó szempont, csak én azt érzem, hogy ehhez a dologhoz, hogy kifejlődjön két ember között ez a fajta viszony, és ennek az ábrázolásához nem nem, hogy mondjam, tehát ehhez nem képi ábrázolás társul, hanem ez a, ez adódik a történetből. És tehát, hogy például szerintem sokkal jobb az, hogyha az ábrázolásnak a másik fele is erős, mert ugye az egyik fele azzal szemben jön létre. Tehát, hogyha ez, hogy az ilyen, hogy mondjam, az ilyen a covenant jegyében az egyik ember hajlandó a végsőkig elmenni a másik miatt, akkor ez a végső, ez jó, hogyha elnyeri azt a formát, ami, ami neki dukál. Tehát mégiscsak visszamegy arra, hogyha most éppen a háborús szituációt adjuk kontextusnak, akkor egy ahhoz dukáló ábrázolásmódot választunk, szerintem. Meg persze jó ez, hogy, hogy lehet az, hogy nagyon, nagyon steril az ábrázolásmód, hogy senkinek ne jusson eszébe, hogy, vagy ne azt, hogy ne jusson eszébe, hanem hogy az érzése olyan legyen, mint hogyha így mint egy rátekintő jelleggel szemlélné ezt a kifejlődő barátságot, ezt az ilyen ráutaltsági viszonyt, és akkor az abból kifejlődő többi morális cuccot, de hogy tehát szerintem közel se elég ö, drámai. Tehát, hogy jó, igen, tehát, hogy a film mértani közepén fordul egyet az egész, az egy nagyon jó dolog. Meg általában egyetértek azzal, hogy, azzal, hogy ez a film inkább jó, mint rossz, csak szerintem ez a fajta a forma és tartalom között nem nem igazán értelmes vagy értelmezhető, mert hogy két embernek ilyenfajta viszonyát ábrázoljuk, azt szerintem sokkal jobban közvetíti az, hogyha úgy van ábrázolva a háború, vagy az éppen választott kontextus, ahogy ahhoz az úgy dukál. Mit tudom én? tehát most mondanám, hogy gyűrűk ura, tudod, Samu és mm. Zé Frodo mennek fel a végzet hegyén, és akkor fú, tehát jó, most ez nyilván geci példa, de most nem jutott eszembe más, de szerintem nem így, nem, nem, nem így kéne ennek az egésznek kinéznie. Nagyon ilyen nem tudom, nagyon mű, meg nagyon izé, és szerintem ettől ez el is vesz az egésznek az értékéből. Tehát még amikor, még amikor már tényleg le vannak rongyolódva, akkor is az az érzésem, hogy ez ilyen nagyon steril, valójában nincsenek lerongyolódva, csak ők, ők így, mit tudom én, előadják ezt a történetet, és akkor én, mint a színházban ülnék, így nyilván adottnak veszem, és egyből, egyből végbe megy bennem az a, az a képzettársítás, meg az az elvonatkoztatás, hogy itt most ezt az ábrázolást nézem, akkor úgy fogadom be, ahogyan azt a rendezői szándék számomra akarja, vagy elém tárja. De hogy nem, ad, nem igazán adódik, ez közvetlenül a filmből inkább arra van szükség, hogy én így tegyek, mert annyira tiszta, annyira távoli, annyira hát digitális, meg na, szóval igen. Csakkor, de, de, még... de nagyon sok jó pillanata van persze, meg inkább jó, mint rossz, csak na, faszom. De... Meg <laughs> Annyi... csak, hogy idegen szavakkal dobálózzak, még én is, hogy tehát, hogy amit te mondasz, hogy ugye a diszonancia az egészben, szerintem az pont, hogy a, a amit és ezt szerintem ez ugyanúgy, mint a nyugaton a helyzet változathannál, itt szerintem ide abban lehet az egészet visszakövetkeztetni, hogy miért nem gondoljuk ugyanazt erről a filmről, mert hogy bármennyire is azért nagyon nagy részben ugyanazokat a filmeket nézzük, az egy jó ideje, azért más az ízlésünk. És hogy szerintem az, amit a diszonanciának gondol, szerintem pedig pont az ábrázolás a, a tartalmi dologgal, az szerintem pont, hogy szinergizmusban van, és így segíti és kiemeli egymást. Csak mihez segít hozzá? Vagy hát, hogy jó, persze, ízlésbeli különbség. Ahhoz, ahhoz, lehet ahhoz, hogy az, hogy ezt, amikor nézem, hogy tolja fel a szekeret, amit, amit, amit szerint, ami, ami, szerint, szerinted is jó volt, amikor tolja föl a szekeret, és hogy oké, okay, hogy nem történik sok minden, csak tol föl a szekeret A-ból B-be, de hogy mégis a, a képi tálalás, meg a tényleg a, tehát az, nem hiszem el, hogy tehát ilyen zenét lehet még mai nap csinálni kategóriával, így marha hatásos lesz az egész, és azt írja, hogy én itt ülök, és így teljesen maga alá söpörjön a film, és amikor a végén is meg a... Tehát a, tehát a Jake Gyllenhaalnak is így lehet mondani, hogy kicsit rideg is volt a játéka, de amikor ott a végén van az élet, amikor ott egy éjszaka ugye fenn van az ágyban, és így beszél róla. És itt pont ez a, az a ridegség, ahogy beszél róla, az annyira hatásos volt számomra. Igen, persze. Ez, tehát, persze ez ezeket... szerintem egy pont, hogy... E, tehát, tehát azt, amit ezt, ezt, el, szerintem. Hát igen, ezzel én is egyetértek, de hogy ezek, ezek azokhoz a, azokhoz, a bizonyos jelenetekhez szólnak. Tehát, hogyha mondjuk a tolja föl a vizet, a szekeret, és az egész olyan kvázi békés, meg, a, meg az ő harca, ugye ott a feltolásban tökre olyan tudod, mint a, mint a hú, ez meg, igen, tavasz, nyár, ősztél és tavasz, amikor viszi föl a, 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 a szobrot a hegyre, és akkor így meg kell küzdenie vele, hogy akkor azt most fölviszi, és akkor ez az út és kurva szimbolikus az egész, meg ilyesmi. Tehát ez a, ez a szimbolikus rész az egésznek ez teljesen jól működik, ez tökre adott, de nem lenne el jobb, hogyha egész végig a, az egész ilyen, mit tudom olyanra lett volna fényezve, meg olyanra lett volna díszletezve, ahogy, ahogy annak amúgy lennie kellett volna, és akkor ebben a részben azt érezzük, hogy így ebből így kijövünk, és akkor van egy, van egy éles váltás, a tiszta kép, és a koszos kép, és akkor a, a tisztulási folyamat, és akkor a többi, hogy mert hogyha egész végig egységes a, a kinézete az egésznek, akkor abban ilyesfajta játékok nem férnek bele, hogy egyszer, egyszer mondjuk koszos a kép, meg egyszer, meg tiszta. Tehát ilyesmit például nem lehet benne, benne leadni. És tehát például tényleg az nagyon jó, amikor, amit említesz, hogy amikor ül, és akkor filozofál az egészen, meg aztán neki is jön ez a, ugye ő nem a, nem feltolja a szekeret, hanem a társadalmi struktúrának a nehézségén próbálja átküzdeni magát, ugyanazt a utat járja be csak a társadalmi struktúrán révén, mint amit a szekér, tök, tök szimbolikus, tök szimmetrikus, stb. Csak például annak is szerintem jól állt volna, hogyha oda egy másik ábrázolást társul mert hogy ezt most nem abból mondom, hogy ezt így kell csinálni, lehet máshogy is nyilván, csak hogy most a képi ábrázolása példa, meg az, a, az a fölött megy a diskurzus, ezért, ezért adja magát, hogy, hogy felhozzam azt, hogy ha nem egész végig azonos az ábrázolásmód, akkor ezzel lehetne például játszani. És hogy mit tudom én, de így végig, úgy végig ugyanolyan volt, és mondanám, hogy unalmas a képi világa, csak ez kicsit gázul hangzik, de egyébként elfogadom, hogy akkor ez izé, ízlésbeli kérdés, mert vannak ilyen filmek, meg tényleg nagyon korrekten meg van csinálva, csak akkor mondjuk véleményre redukálom az egész indoklást, és akkor azt mondom, hogy nekem, nekem nem tetszik a, a képi világ. Igen. Úgyhogy igen, nekem, nekem, nekem kifejező. És amúgy most, most, hogy mondod, tehát nekem az egész filmre, amit volt képi világ, én meg ezt kifejezetten élvezem egy ilyen jellegű filmnél, amikor így uh. igen, újabban jött elő, de az, hogy tényleg, hogy ez a egyszerű komoly film, tehát hogy igazából egy, egy, egy átlagos amerikai lightos light drámának a képi ábrázolása van a 98%-ban a filmben. Igen, e ez egy érdekes műfai keveredés különben, belegondolva. Igen, és hogy tehát annyit akkor az egészre így lekonklúzióként, lekon hogy ez a műfai keveredés, ez nekem nagyon tetszett. Igen, mert ilyen furán keverednek a tematikus jegyek, tehát a háborús motiváció beleszalad egy egy lájtos drámába, de megtartja a háborús filmeknek a szimbolikus uh, tematikus jegyeit, tehát hogy a, az egész háborús környezetet például. Igen. De a fényezés meg ugye ez marad, mint hogyha ülnének egy konyhában és néznék ki a fejükből. <laughs> Igen. És akkor, ja meg benne van Anthony Starr, akit a, én a Ben ismerek, de a, most a Homelanderként alakítja egy homelander alakít a Boys című sorozatban, akit nagyon sokan szeretnek, és ebben van egy kisebb szerepe még mellette. Meg az a végén, ami igaz is olyan, tudod, az a ilyen idézési csavar, amikor ugye mondja, hogy hát ha mondtad volna, hogy te vagy a... Te vagy ő, meg ő az Ahmed, az az Ahmed. Ja, a... ja, 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 igen, igen, igen. amikor, amikor hogy ez, amikor, a, amikor látsz egy embert, és így lá, lejön róla, hogy egy ilyen igazi gerincszelen ember, és aztán rájössz, hogy basszus, neki van gerince. Igen, igen, meg hogy ó, hát ez az ilyen covenantre való hajlandóság igazából bárhol föllelhető, csak így kérni kell. Mondjuk ez nekem kicsit gicses, de hát faszom. Egy gicses, igen, tehát ez gicses, de hogy, de, de az az elképzelés, szerintem az, az jó, hogy soha so, sok olyan ember van a világban, akiről elsőre az jön le, hogy ez egy gerinctelen ember, és hogy kiderül, hogy mégis van gerince. Igen, meg ez jó, hogy csak így nyitni kell az emberek felé, és akkor igen. És akkor Álmi. meglátjuk, hogy és akkor egy nagy családba így egyesül. Na jó, ez, <laughs> van, ez már túl, túl, van tolva, de na igen. Az Minden kábor. esetre nekem tényleg nagyon tetszett ez a film, és aki, aki nem látta, tényleg azt, azt tudom hasonlítani, hogy ha olyasmi élményt kerestek, mint az egy igazán tihös ember, akkor ez ö, egy más műfajban, egy más filmben, de hasonló élményt próbál nyújtani. Ja igen, tényleg még ehhez akartam annyit hozzáfűzni, hogy különben, hogy ö, azért rokon ez a két film szerintem, mert a Guy Ritchie nek az életművén belül legalább annyira különbözik a szokásos Guy Ritchie próbálkozástól, meg képlettől, mint az. Tehát, hogy a, egy igazán ember, meg ez, annyira rendhagyó Guy Ritchie film, mint amennyire más nincs. Tehát, hogy mint amennyire a többi szokásosnak mondható. Igen, igen, de hogy én, én kibékülnék vele, hogyha most már inkább ilyen filmeket csinálna egy a pálya végéig. Tehát én, én is. Így... Hát, hogy soha nem fog következő blöfföt csinálni, ha gondolja, akkor de nem is baj, hát, ne is, ne de is ne csináljon, is mert akkor az csak. És akarjon, és de az, hogy így a most. Ha megnézzük, hogy ez eddig mit csinált, meg ugye a Gentleman óta ez a négy film, amit így lecsinált, tehát hogy, én, így, tehát, hogy ez az ember ezt csinálja még az éventi szinten az élete végéig, és utána nem kap egy életmű oszkárt, akkor, akkor felborul az erő, egy Ilyet bevezetik a bevezetik a tisztes iparos munka Oszkárt, és akkor kap egy olyat. Folytatja. Most, bár csak most itt vagy. Halló. Halló, itt, itt vagy? Most egy párcra megszakadtál. Igen, itt vagyok. Oké, okay, kiváló. Tehát annyi, hogy a hogy szerintem, tehát, amit ő most csinál, meg eddig megcsinált, meg folyamatosan csinálni fog, amiben benne van egy Aladdin, meg majd egy Aladdin kettő, de közben meg ilyen filmek, meg annó egy blöff, hogy ez, amiért kitalálták azt, hogy nem mondjuk egy adott filmért kap rendezői oszkárt, hanem egy életmű oszkárt a végén. Mert, mert az az életmű, amit ez a csávó lecsinált, azért már, vagy amit me, lecsinált. Amit vagy? maga alá csinált. Azért, igen, de, 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 de hogy igen, amit letett eddig az asztalra, az már azért szerintem, mint egy egész életmű, azért már most is elég impozáns és ha így folytatja tovább, akkor eljutunk oda majd, hogy párját fogja ritkítani. Hát igen, párját. Úgyhogy úgy, én nagyon ajánlom mindenkinek ezt a filmet. A legrosszabb esetben úgy jártok, mint a Gergő, hogy azt mondjátok, hogy nem rossz film, csak na. Igen, de max, max egyébként tényleg ennyi. De, 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 de morálisan, meg egyébként a téma az akkor is jó, hogyha a képi világgal az ember nincs kibékülve. De én ezt csak, ez csak, nem ezt csak a mi, mi, film sznobizmusunk. Ezt... Igen, igen. Igen, <laughs> igen, igen. Én, én, meg igen, én, én tud, nekem máshol van az inger küszöböm, tudod. E, jól van, akkor menjünk tovább egy olyan filmre, amit így csak én láttam, és hát én megnéztem, tehát azért ez egy kemény ilyen rendhagyó tehát megnéztük ketten a Hálási a filmet moziba, én megnéztem egy Marvel filmet, Hú. úgyhogy így igen, öregszünk, öregszünk. De e... annyira nem öregettem el, hogy ezt megnézzem. Tehát, hogy itt még nem tartok. <laughs> Igen, ez pedig nem más, mint a Galaxis őrzői harmadik felvonás. És ugye anno én mondtam, hogy majd én, ha majd Marvel filmet nézek, az legfeljebb a Shang-Chi 2 lesz, csak akkor azt hiszem, amikor megjelent a shang akkor még úgy volt, hogy nem lesz ez a film talán. Tehát, hogy akkor, majd, akkor nem, nem, nem emlékszem pontosan. Hát a kifogások. Ki, most... egyrészt ez, meg más részt, a másrészt kifogások. Harmad rész meg azért, tehát, hogy ez volt az a széria, amit én is azért moziban is végigkövettem, és az első részt is nagyon szerettem. A másodikat a tabi. A problémái ellenére is uh, szerettem, meg ilyen, tehát, hogy ilyen mindegyiket olyan. Uh, tehát mindegyiket jókor láttam jó helyen Moziba, és akkor úgy voltam, hogy most igazából nem is néztem utána egyáltalán miről fog szólni ez a harmadik rész csak. Oké, okay, megjön, és akkor aztán utána a jani még írta azt hiszem, hogy neki nem is tetszett. Hát csak hogy hogy lehet meg se nézem, de aztán mondom, álmondom, megnézem és akkor. Meg aztán jött, jött a sok mindenki más Janin kívül, aki. 10 per 10 meg a fasz tudja, és basszus, és így, így, így a Jani mögé így bemenekülök kb. Nem, nem, nem hibát van ez a film, de van hibája, és sőt ez tehát kicsit, uh, tehát az első Galaxis őrzői, szerintem, tehát a, ha egy egészként nézzük, még mind a mai napig az a legkoherensebb egész a szérián belül. A második rész, be, amikor jobb volt, akkor jobb volt, mint az első, de amikor rosszabb, akkor meg jóval rosszabb szerintem, ne. és ott a végén annak is a befejezése, az nekem már kicsit zavaró hangicses volt, meg, meg ugye az egésznek ugye fura volt, ami voltja annak a filmnek, de alapvetően meg az viszont egy tök jó eleme volt, hogy így a Marvel zúzda tömeggyártásnak a közepén beraktak egy olyan filmet, ahol tényleg így megint a család, meg így, de hogy egy, nem is azt mondom, de hogy egy kisebb sztorit, és kisebb karakterközpontú sztorit meséltek el, ami meg tök jó volt. És akkor itt a harmadik rész, ahol azért ö, annyira nem egy kisebb sztorit mesélnek el, sőt, itt azért így eléggé nagyok a tétek, de a karakterközpontúság ugyanúgy, mint az első, meg második részben, azt itt is megtartották, és az itt is nagyon jól áll a szériának, és ezt az egész filmet én ezt úgy tudnám jellemezni, hogy olyan, mint amikor néz az ember egy sorozatot már öt évada, és akkor megnézi a hatodik évadot, és akkor az annyira már nem jó, mint volt, de amikor jó pillanatai vannak, az ugye pont azért, mert már annyi időt eltöltött azokkal a karakterekkel, azok sokkal hatásosabbak lesznek. Walking Dead. Egy, például walking Dead, tehát hasonló. Igen. Az, amikor ugye tényleg az. És nekem, nekem ez teljesen az az élmény volt, hogy a, amikor a film érzelmileg, vagy bármilyen szinten működött és hatást váltott ki belőlem, az, az nagy, nagyobb érdembe volt annak köszönhető, hogy én ezt az első Galaxis Őrzői filmet annó 2014-ben 9 éve láttam a moziban, és azóta azért több a Galaxis Őrzői filmeken túl, hogy a bosszálló filmekben is, ugye, tehát ne, azoknak a filmeknek is szerintem ezek a karakterek voltak a, a fénypontjai, és hogy így tényleg ezek marha, jó, marha jól megírt karakterek, a karakterdinamikák többnyire jól vannak kezelve, és tényleg, tehát amikor az ember olyan film, egy jó filmet néz olyan karakterekkel, akiket nagyon szeret, az egy jó élmény. És ez a film nekem egy tök jó élmény volt. Ez a része marha jó volt, meg tényleg, tehát ez arról szól, hogy a, aki van a galaxis őzőjében, ugye a raket, a mordály, aki a Bradley Cooper adja a hangját, marha jól. A lényeg, hogy neki megtudjuk a múltját, és őt egy ilyen High Evolutionary, ez volt a neve a karakternek, egy ilyen e, istenkomplexusos csávó, aki ilyen konkrét világokat teremt, és ilyen ki, társadalmi kísérleteket hajt végre, hogy akkor létrehozza majd a Földet csak jobban, meg, és a többi rajta kísérletezett. És e, lényeg, hogy ő vissza akarja szerezni, mert ő volt az egyetlen olyan e, teremtménye, aki képes volt a kreativitásra. És akkor megtudjuk a múltját, e, egyrészti flashback-ekben, másrészt pedig itt egy ilyen hajsza zajlik, és tehát, vannak benne sok hiba, meg tök sokszor vannak benne nagyon frusztráló dolgok. Tehát egyrészt így technika, technikailag, tehát az egész filmre, én igazából most így, így gondolkodok rajta, az egész filmre elmondható, hogy egy ilyen hullámvasút az egész, és nagyon csapungó, a nagyon jó, a, tényleg, tehát én többször megkönnyeztem ezt a filmet, közben pedig vannak olyan technikailag amatőr kivitelezések benne, vagy annyi, vagy amikor néha annyira átmegy infantilisbe, hogy az már a szórakoztató helyet átmegy a vagy a szériának egyik nagy kuriózuma, ugye ezek a zenék, azok ebbe, volt, ebbe a részben voltak messze a leggyengébbek olyan szempontból, nem a dalok minősége miatt, hanem mert úgy voltak használva, hogy az előző két filmben ugye mindig ilyen stílusos retro számok voltak belerakva nagyon találóan, és ebben a filmben pedig tök sokszor így azt éreztem, hogy az adott jelenet semmilyen szinten nem igényli azt a zenét, amit oda raktak, vagy nem is passzolt hozzá, csak hogy mivel ebbe a filmbe kell 15 ilyen számot belerakni, az egyiket most ide tesszük be. És így ilyen szempontból ezt, ez a része is tök viszonylag gyengébb volt az előző részekhez képest. Voltak jó pillanatai, de a javarészt tényleg azt éreztem, hogy ide most azért lett berakva ez a zene, mert hogy kell zenéket belerakni ebbe a filmbe. És ez itt tökre nem működött, meg voltak benne ilyen vágások is olyanok, hogy ilyen néztem, hogy tehát, hogy itt, amikor kiszúrtam, hogy aha, szóval itt, akkor most kivágtak egy jelenetet, ami ott lett volna, de most így azt átugrottuk. Tehát így, ilyen szintű, ilyen amatőr, viszonylag amatőr hibák is vannak benne, amik ilyen nagyon szemöldök fölhúzósak voltak, de az összélmény, az összhatás az nekem kifejezetten pozitív volt, és én tényleg jól szórakoztam rajta, és érzelmileg teljesen felmosta velem a padlót. Ezek a karakterek még mindig nagyon szórakoztatóak és szerethetőek, és jól vannak kezelve. És a másik pedig az egész, hogy ez így ideje már így megy ebbe az irányba az MCU, de itt ebbe a filmben olyan erősen ö, tologatták a PG-13-nak a határait, tehát hogy ez itt tényleg a horror jelenetek vannak benne, meg horrorba illő karakterek, meg horrorba illő sztorik, meg egy embernek szó szerint letépik az arcát, és látjuk, hogy a, ahogy néz ki az arca úgy, hogy le van tépve róla a bőr, és nem egy ilyen, tehát egy horrorisztikus jelenetek vannak benne. Ez tetszeni. És így, és így tehát így, én nem azt mondom, hogy ez így rossz, csak így igen kicsit ilyen identitás válságot látok ebbe, Uh, amit, aminek én személy szerint örülök, csak uh, mégis ettől függetlenül azért így fura, hogy így most így nekiálltunk a PG-13-at ennyire kitolni, ami így, szerintem egy jó dolog, csak nem látom mögötte a feltétlenül a koncepciót. Uh, úgyhogy, jó, úgyhogy én nekem egy pozitív élmény volt teljes mértékben a Galaxis őrzői harmadik része. Uh, annak ellen, tehát így a sok karakternek lezárták a sztoriát, de a stáblista végén azért kiírták, hogy a Galaxis őrzői még vissza fognak térni. Na, majd meglátjuk, hogy hogy s mint, valószínűleg nem egy egész estés film formájában. Hát nem mondom, hogy megnézem a galaxis őrzői filmeket. <laughs> És amúgy az, az egész filmnek a, a kettőségére, hogy tehát van benne egy olyan akciójelenet, amit tényleg ott működött a zene, a kora... vágatlan volt, a koreográfia fantasztikus volt, és a karaktereket tudod, ilyen menő akcióban láthattuk, és nem abban a, a, unalmas Marvel szarban, amikor jön tízezer CGI szörny bigyó, és akkor azokat így ilyen érdekten lekaszabolják, hanem egy folyoson voltak, és akkor ott így látványosan gyapták le az embereket, és annak jelenet után egy olyan ordinári mindent megtörő vágás volt, hogy így, tehát így néztem, tehát hogy Finkszen, tehát így, én a fél vagyonomat rátenném, hogy ott volt valami, amit így kivágtak. Ami nem baj, hogyha van ott valami, és kivágják, csak én azt ne vegyem utólag észre, amikor nézem a filmet, hogy ti innen kivágtatok valamit. Mert főleg nem egy ekkora mély volumenű produkciónál. Úgyhogy, ja, úgyhogy ez a Galaxis Őrzői 3. Mehetünk tovább. Egy olyan filmre, amit végül csak a Gergő látott, de igazából én is láttam, elmondhatom, hogy láttam olyan szempontból, hát, hogy a láttam, láttam 50-szer a moziban. És amúgy <laughs> annál többet nem kell látni. Tehát hogy mindent, meg egy-két dolgot kivéve mindent, mindent tudsz róla, ez pedig a Renfield, ugye? Igen. És elmondom, hogy mi az, ami a trailerből azt hiszem talán nem derül ki, de ezt csak azért mondom, mert ez olyan, amit én nem tennék a trailerbe, de nem vagyok trailer ember, ezért valószínűleg rosszul tudom, de szerintem a trailerben nincs olyan, hogy valakinek így letépik a kezét, és azzal így darabokra vernek más embereket. Nem tudom, van-e ilyen, nincs benne, ugye? Nincs, tudtam Jó, ez maradt ki a trailer. Én leszek a dolgokészről, emlékszek. Ak jó, igen. Akkor azzal utána még csináltak dolgokat. Olyat is, hogy... Jó, nem mondom el, mert ez vicces. Na de a filmről, tehát, hogy, hogy két olyan film van ebben az adásban, ami a, a horror kvótát erősíti, és ebből ez az egyik, a másik pedig a pápa ördögűzője, és a pápa ördögűzője jobb. És ez, tehát, hogy ez a Nicolas Cage izén kígyes Dracula, ami hát elvileg nem róla szól, de kurvára róla szól. Mindenki miatt nézi meg, nem a Z srác miatt, a, aki a tolkien játszotta a Tolkien filmben, a Nicholas Holt miatt, hanem a Cage miatt, és oké, okay, látszik, hogy érzi magát legalább annyira jól, mint Momo a, a, a tizedik halálos iramban, ban, viszont ez, szerintem ez közel se elég. És akkor nagyon gyorsan, hogy miről szól a film. Tehát ez, ez, ez annyi, hogy van ez a Renfield nevű srác, aki a, a drakulának ez a kvázi aki birtokolja bizonyos mértékben az erejét, bármint a drakulának az erejét, csak neki nem emberek vérét kell inni, hogy, hogy, hogy erejteiben legyen, hanem bogarakat kell enni. És akkor ó, ó, hoppá, komikum faktor, hogy amikor, amikor erőt akar meríteni, akkor ó, gyorsan keressünk valami kibaszott izét, és akkor azt megeszi, és akkor fú, erős tesz meg, ilyenek. És akkor igazából arról szól, hogy ő megpróbál kikerülni a Drakulának ebből az érdekszférájából, megpróbál önállósulni, meg ilyesmi, és akkor ez az a poénkodás igazából, amit előnek a trillerben is, hogy ő akkor ott egy ilyen, egy ilyen csoportban mondja, hogy, hogy fú, neked is a főnököd ilyen nagyon kemény kezű, meg mint irányítja a gondolataidat, meg ez újabb pöccintésével ki tudna nyírni. Igen, 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 na no hát, és akkor ez, mintha bárkinek a főnöke lehetne, aztán bejön a bejön a repülő Nikolász és akkor úristen, baszki, ez mégis mi a fene, és akkor poénkodás, meg ilyenek, Üm, és kb. erről szól az egész film. Van benne egy kis drámázás, van benne még egy kis drámázás, de senki nem veszik komolyan, viszont van benne vérengzés, ami bénán néz ki, de azért elég bevállalós ahhoz, hogy az ember úgy, úgy, úgy félig, félig elkezdjen röhögni, vagy valami ilyesmi. És kb. így tudom összefoglalni, de tehát, hogy szerintem én vagyok a hibás azért, hogy ez nem tetszett, mert túl sokat vártam. Tehát ez olyan volt, hogy amikor megláttam, hogy hogy ez így lesz, akkor gondoltam, hogy anyád, hogy ez így kell. Tehát ezt, ezt meg kell nézni. Nicolas Cage Draculát alakít, meg valami fasság, még van a filmben, valahogy így álltam hozzá. De, hogy ez alul múlt, a sajnos, ez nem, nem volt elég hülye ahhoz, hogy, hogy vicces legyen annyira, mint amennyire egy ilyennek viccesnek kell lennie. Szerintem, egy csomó ideig így olyanom volt, hogy az, az órámat épp talán nem néztem, mert azért annál pörgősebb, de hogy semmi semmi meglepő, semmi túl vicces, semmi, na no, ezt nem vártam volna, és nem lőtték el a trélerben, nem volt benne. Tehát ez az ilyen, ez az ilyen furcsa, kvázi horror, amin szerintem annak a tendenciának a terméke, amit itt már emlegetünk egy ideje, hogy a, a komédiának a helyére kezd bekúszni a horror a tömegkultúrában, és akkor ennek során ugye találkozik a kettő, és a, a legnagyobb fogyasztást azt, azt az ilyen a horror komédiáknak ez az új generációja tölti be, mint amit a kokai medve, a mondjuk az ennél azért egy, egy, egy teljes szinttel szarabb, meg mondjuk a micimackó, ami szintén, de mégis azért valahogy Mondjuk a Micimacko az csak olyan félig horror komédia, mert ott se tudja az ember, mikor kéne nevetni, de azért inkább, inkább röhög rajta. No mindegy. Meg az egy másik tendenciába esik, mint ez. Ez nem is tudom, milyen tendenciába esik így belegondolva hirtelen. Ezt most nem is fogom kitalálni, de úgy összességében, tehát ebben. A lényeg, hogy beleesik. Igen, bele. Valamiből beleesik, de a nagy általánosságban ebbe a kategóriába sorolnám. Tehát az ilyen komédiával enyhített, soft horror, és akkor tessék egy ilyen cucc, de nem annyira őrült, mint amennyire tűnik, és szerintem közel se elég jó, és az egésznek alibi szaga van. Ja, de örültem, mert felismertem, hogy játszik benne a Csajci, aki játszott a Terrifier 1-ben is, és volt legalább három percnyi szerepe, és akkor ez egy ilyen pozitív élmény volt. Ez csak azért mondom, hogy a film által közvetített összes élmény közül ez volt az egyik az emlékezetesek közül. A másik az, amikor egy leszakított karral ilyen dárdaként így kinyírnak valakit, az, na, az még kurva jó volt, de az a baj, hogy euh, nagyon mű a vér, meg nagyon mű minden, és nyilván persze, hogy nevetni kell, meg faszom, de sajnos nem elég vicces. Summa Renfield. Summa <laughs> summarum. Akkor jó, hát igen, én, tehát így adás miatt megnéztem volna, mondtam neked is, hogy választanom kellett, hogy ezt vagy fűrészetet nézek, és döntöttem. Hát, ez fűrész, egyértelmű. Ja, akkor menjünk tovább egy nagyobb volumenű filmre, uh, Ari Aster legújabb filmje, Bo is Afraid, amitől félünk, uh, igen, tehát ez egy három órás film eposz, és uh, igazából a szeánszfilmek közé teljesen beleillik uh, sok szempontból. Uh, igen, és Ari Asternek ugye korábban volt az öröksége, egyrészt az örökséget csinálta, másrészt a mitszomert és akkor ez volt most a harmadik egész estés filmje, amit tőle kaptunk, és így ez ilyen nekem tipikusan nekem is olyan film volt, hogy oké, okay, jön, megnézzük pont, mert az örökség marha jó volt, amit szomer meg annyira nem volt jó szerintem, de azért az is a, bőven a látni kell kategóriába esik, és ez a film is, tehát hogy annyira azért, hú nem hú, de jó, de bőven a látni kell kategóriába esik. Nagyon-nagyon bőven abba a kategóriába, hogy ezt így, így szavakkal átadni, amik ez a film három órán át nyújt neked, eh, azt nehéz átadni. Tehát arról szól, hogy van a, a Joachim Phoenixnek a karaktere, akivel így már a játékidő elején megtudjuk, hogy azért van egy ilyen nem teljesen egészséges kapcsolata az anyukájával, és arról szól, hogy megy meglátogatni az anyukáját, és hát nem, igazából arról prób szól, hogy próbál eljutni oda, de se az univerzum és semmilyen körülmény nem ezt segíti, hanem igazából folyton csak akadályból akadályba ütközik helyszínről, helyszínre, karakterekről, karakterre, bizarr dolgokról, bizarr dolgokra jut, még nem végül egyszer csak eljut ugye a végállomásához, és meglátogatja az anyukáját. Na és akkor kezdődik csak a baszatos És akkor igen, azt hinnéd, hogy, hát azt... hogy igen, hogy a, hogy amikor azt hinnéd, hogy nincs tovább, akkor ugye ez a lap, ez 19-re lapot, vagy ez a film, ez 19-re lapot kér olyankor. kort. Igen, így, és több, amúgy, több soron. amúgy, szeretnék kérdezni tőled valamit. Szerinted az, amit a padláson találtak, az 19-re hányas lap? A 19-re Ólin, lap. Ez a, igen. Ja. igen, tehát, hogy, igen, tehát a padlások, padlásoktól már félünk, az biztos. Tehát, hogy az, az kurva élet, tehát ez, ez valami nagyon durva. De egyébként ez a, ez a meglátás szerintem jó, de csak úgy félig meddig, mert hogy mert szerintem ez egy, ez egy már létező képletnek a szuperformája ez a film, mégpedig a Befejezésen gondolkodom című film, ugyanez az élmény, csak ez valami ilyen elképesztő superior, vagy hát hogy is ez mondjam. Szerios, szeroidos verzió. Szero, igen, tehát nagyobb, izé, ak akkor a kezdem mint az én törzsem, vagy van faszom, valami ilyesmi de egyébként, tehát, hogy a két film, tehát szerintem egyértelműen ugyanaz, tehát ezt csináltam is magamnak egy ilyen listát, beleraktam azt a két filmet, és ez a két film ilyen, és nincs is, nincs is hozzá hasonló. Tehát nem ez a, hát mindenképpen javaslom egyébként, hasonló élmény lesz. Tehát ugyanígy szimpadias, és van benne, vannak benne konkrét szimpadi cuccok, tehát szimpadias, és vannak benne szimpadizék, és mese, és fikció, és álom, és melyik, és szimbolika, és mi a kivetítés, mi a valóság, stb. Ennek a, ennek a végtelen sorozata, amiből egy ilyen, egy ilyen őrület keletkezik, és hogy na, szerintem ez, ez valami kurva zseniális, Uh, újra is fogom nézni még egy párszor, és ebből fú, de csinálnék egy elemzőt. Egyébként, ahogy így megyünk a három órán, és akkor ez most miatt tököm, és ha ez akkor az mit jelent, és ha nem az, hanem a másik, akkor az egész filmet hogyan kell nézni. Izé? Um, viszont egy dolog azért biztos, hogy ez a ez egy, uh, egy elképesztően szorongásos neurózissal küzdő uh, csávónak. A, az ilyen anyatraumából, az ilyen a mitologikus nagy anyaképtől való rettegő, izé, furcsa, fordított az komplexusos csávónak az ilyen elképesztő tortúrája. Ez, ez, a, ez, a, ez a film. Tehát az egész film olyan, mint egy véget nem érő rémálom. Tehát igen, e ez egy elképesztő rémálom. És tehát mondtam azt hiszem egy ilyet, azzal nem értettél egyet, és erre igazat adok, mert rég láttam már a az örökséget, de hogy szerintem ez így az életműnek eddig a csúcsa, ez valami, valami olyan, valami egész más. Tehát a, a az egy ilyen kis lófasz újrahasznosítás ehhez képest, meg nem tudom, tehát ez valami... Én, tehát a től felé szerintem is egyértelműen erre felé mutat a kacsacső. Szerintem az örökség abban, amit csinált, azt szerintem jobban csinálta. Mert nem tudom, tehát valahogy azt a, azt, a, azt a zsigeri horror élményt, amit az a film nyújtott, azt azóta nem nagyon. Moziban azt szerintem nem is, amúgy meg nem nagyon tudták megközelíteni. Igen, mert kevéssé ugye... fel az összevetés, szóval az inkább hagyom is, Igen. Mm. Ja. Ez, ez meg ugye, ez, ez, ez nem, nem, nem azt a fajta rémálmot akarja csinálni, amiből amikor tényleg, amikor nem az, mert az örökségnél tényleg ott a utolsó fél órát szerintem nézi az ember, ott ül és így retteg. Tehát nem félsz, meg nem ijesztő, meg nem, hanem rettegve nézed, itt meg, itt meg, tehát itt meg fájóan frusztrálva vagy, és így ez a tényleg, amikor egy ilyen rémálomba vagy, és így, ah, na most felébredtél, és hogy nem, nem, hanem még csak rosszabb jön, és így megy tovább. Igen, pontosan. A... De nem ez az ilyen egészen primitív cucc, hogy akkor felébred, és megint felébred, és megint felébred, és akkor stb. megint történik a cucc, hanem hanem egyszer visszamegyünk a valóságba, eltelik fél óra, és akkor az a valóság hirtelen megint egy ilyen elbaszott rémálomnak, egy ilyen elbaszott fekete fantasztikumnak bizonyul, ami csak egy, egy átmeneti időszak volt a következő ilyen vesébe hatoló, szorongásos élményig. És tehát tényleg ez is olyan, hogy egész sokszor volt ilyen élményem, hogy, na igen, érzem, hogy már kurva régóta nézem ezt a filmet, de úgy nem unatkoztam kb. egész végig, viszont tényleg a, a végén, amikor amikor van az az ilyen, van az a kvázi tárgyalás a végén abban a hatalmas izé, amfiteátrumszerű cuccban, most, hogy ennyit mondjak róla, akkor már azért szorítottam, hogy az meg, legyen már vége, legyen már vége, de nem azért, mert unom a filmet, elképesztő izé, a, a, agyhasadás, tehát nem azt akarom, hogy a, a film érjen véget, hanem, hogy az a jelenet, most már légy hát, kurva kellemetlen, most már tényleg, tehát, hogy így izé, már, már minden megtörtént, ami megtörténhetett, és akkor a, még egy réteget rá kell rakni, és akkor még azt ezzel még egyszer ö, elszámoltatni és megkínozni az egész élményt valami olyasmi szemponttal, ami eddig nem is tűnt központinak, na szóval az, az elképesztő, hogy mit tud összehozni ez a film. És tehát tényleg ez is olyan, hogy ö, azt hiszem a Nope kapcsán mondtuk azt, hogy ö, hogy na az, az na az egy olyan film, hogyha a a, néző, a a nézőben van elég hajlandóság, akkor képes ráérezni a a filmkészítőnek a sajátos nyelvére a, meg az egész filmnek a sajátos stílusára, és akkor meg tudja fejteni, és akkor kap belőle valami kurva jót, valami ilyen minden, minden hétköznapi gondolattól elemelkedett ilyen, ilyen komplex élményt, és erről a film ugyanezt tudom mondani, tehát ez nem is szabályosan horror, hanem ez egy, ez egy, egy művész. Lázálom. Ez, ez, egy lázálom, de hogy olyan értelemben szerintem ki is lóga, hagyományos, mit a fővonalas hollywoodi tömegfilmek közül, hogy ez egy ilyen nagyon komplex művészfilm, Igen. aminek az ábrázolás módjából így következik, hogy hopp, egyébként ez ilyen elképesztően horrorisztikus, ami ami történik, de hogy az egyébként egy szimbólum, az nem csak úgy ott van, hogy legyen egy valami ijesztő, tehát levágott csonkok szerintem nincsenek, vagy ha vannak, az az is azért van, mert az ott, az ott jelent valamit. És azt hiszem pont a, a, a dueles adás elején volt ez a Fejtegetés, hogy az, az ilyen, uh, tudom, a népszerű filmkultúrában a dolognak általában nem, kevésbé az értelme a lényege, mint amennyire mint a az élménye, és ez érvényes dolog. Itt meg inkább mindennek értelme van, ami néha úgy néz ki, hogy az tényleg, tényleg ijesztő és tényleg zsigerbe hatolóan szorongató. És uh, ilyesmi. De hogy ezt, ezt mindenkinek javaslom, mert ez egy, ez egy akkora, akkora kaliberű dolog, hogy az, az valami elképesztő és most ez az ilyen latolgatom, tehát hogy most ez, ez, ringbe száll a, a top listának az élvonaláért, de persze veszít nyilván a nálam a Babilonnal szemben, minden veszít, de hát azért ez egy nagyon erős teljesítmény. Sok szempontból elképesztően erős, csak ugye ez tipikusan nem sima filmes adás, kompatibilis film, mert az ember így próbálja ö, minden, minden aspektusát és minden érdemét valahogy érinteni, de egyszerre lehetetlen. Tehát az a, egy, egy, ez az út, amit itt a szereplő a filmben bejár, ez, ez, ez a, annyi idő kell, hogy azt az ember fölfejtse, ami a film játékidejének a sokszorosa. És ez mind ilyen nézőként hozzátett hajlandóság, hogy akkor kérdezzük aktívan a filmet, és közösen dolgozunk vele azért, hogy valami, valami nagyon, nagyon jó élményt tudja kapni, mert ez tényleg közvetít valamit. És akkor még egy filmhez hasonlítanám, hogy volt a, az egyik ez a, a befejezésen gondolkodom, hogy ha az ember látta azt a filmet és megnézi ezt, akkor egyértelművé válik számára, hogy ez a két film nagyon hasonló, de mondom a kevésbé triviálisat, hogy szerintem ez egy ugyanolyas fajta problémára hívja fel a figyelmet nagyon extrémen, ami különben egy, egy ö, általában is az emberek köztudatában létező probléma, mint ahogy azt teszi például a Bálna. Tehát, hogy ugyanúgy. A, a, persze, most ez rossz kifejezés mód, csak az analógiámban hasonló, a filmi alkotásmód, az kurvára különböző, de hasonló a szándék szerintem. Tehát, hogy valami, valami kvázi neurotikus, de mondjuk, hogy pszichológiai eredetű, vagy leginkább a pszichológiai vizsgálat számára érdekes problémára hívja fel elképesztő, minden elsőprő erővel a figyelmet, és azt analizálja nagyon, nagyon értő módon. És akkor a Bálna az inkább felhív, meg megjelenít, ez pedig ilyen mélyrehatóan analizál. Tehát ez a film, ez egy, ez egy neurotikus elme analízise három órában, filmnyelven. Szóval ez. És fú, tehát nem tudom elégszer ajánlani, és nem is értem, hogy bírtam ki, nem tudom hány hetet anélkül, hogy újra néztem volna. Igen, és akkor mellette még vannak ilyen dolgok, amiket úgy Ari most már így három film után elmondhatjuk, hogy Ari Aster nagyon mm. jól tud csinálni, és az, hogyha meghal valaki, tehát azt ennyire kegyetlenül, ahogy az ő filmjeiben meghalnak emberek, és olyan, olyan súlya van, és annyira, tehát annyira igen, ilyen igen. fájóan, naturalisztikusan ábrázolja egy, tehát, hogy mondjam, tehát nem, nem átlagos, és nem hétköznapi haláleseteket tud annyira természetesnek hatni, hogy tényleg fáj nézni. És igen. ez tényleg ez minden filmjében előjön, meg, meg úgy általában vizuálisan is az összes filmje, és ez is rohadtul erős. Tehát, hogy tényleg a, az első fél a filmnek, azt tanul a Black Sheepnek mondtam, hogy nekem tökre a, a, arra emlékeztetett, hogyha azt, amit a paprika próbált vizuálisan nyújtani, azt valaki megpróbálná élőszereplősre átvinni, azt, azt valahogy így tudnám elképzelni. Ú, egyéb teljes mértékben, igen. Igen, és csak késő, hogy később, el... is, tehát késő, és későbbiekben is, amikor, tehát amikor csak ott a kertben ül a, Pontosan. A, nál a családnál, és ott is olyan beállítások és olyan kompozíciók vannak, hogy itt, tehát, hogy emelem kalapom, hogy már csak azért, hogy láthattam egy ilyet. Igen, minden annyira ki van találva, meg ez a paprikás hasonlat, ez kurva jó. Annyia, annyit kell ehhez így tudni, hogy ez nem rajzfilm. Tehát nincs olyan, hogy így hopp beugrunk egy másik térbe, és akkor ami eddig 3D volt, az aztán 2D lesz, és akkor átkonceptualizálódik az egész valóság kép, és onnantól kezdve nem csak a... Tehát, hogy itt ebben a filmben téridőt nem, nem alakítanak át ennyi, mert ez egy élőszereplős azért, téridőben játszódó film. De hogy megvannak benne ugyanazok a... a lépések, hogy egyik típusú valóságból másik típusú valóság lesz, és hogy na, abból még aztán mi lesz, meg hogy jön vissza, szóval fú. Igen. Igen, úgyhogy tényleg, aki ilyen aki könnyen frusztrálódik, azért az óvatosan nézze meg ezt a filmet, vagy könnyen triggerelődik. Mert tehát, tehát, már csak a elején, be, amikor a, a boltban próbál venni valamit, és hogy nincs annyi pénze. És igen. hogy közben, ami ott történik a boltban, meg ami közben az utca másik felén történik, és itt, tehát, hogy nagyon, nagyon ideges lettem a jó értelemben, amikor az megtörtént. Tehát, hogy úristen, tehát, hogy... Igen, igen, de hogy... A legnyugodtabb a... ember is leizzad meg hogy alapból, hogy ha egy elemzőt csinálnánk erről, már az megérne 40 percet, hogy az mit jelent, hogy az van az utcán. És Ugye? hogy amikor az bejön, vagy amikor az így meg úgy akadályoz, meg amikor ő rászánja magát, hogy, meg amikor éppen nem tudja rászánni magát, meg amikor túl van, meg amikor... Tehát ezek a lépések, amiket ő ahhoz az utcán ilyen káoszosan gomolygó dologhoz képest tesz, vagy nem tesz, vagy érz, vagy érez, vagy nem érez, stb. Na ezek, ezek, már annyi, annyi gondolattal és mindennel interpretációra felhívó tartalommal töltöttek, hogy az, ennek a sokasága az egész elképesztő. Sőt, hát az letaglózó, hogy ezt a kifejezést is használjuk végre. Szó, szóval igen, egy, egy végtelenül komplex élmény. Igen, és akkor majd igen, majd pár év múlva valószínűleg elővesszük egyszer, hogy leülünk neki, és vaj, akkor hát részletesen. Sár... pár év múlva? Hát amikor lesz, amikor ilyen, tehát nekem úgy az igazi, amikor már hatszor láttuk meg. Amikor már senkit se érdekel. Amikor már senkit se érdekel, pontosan, pontosan. Jó, mehetünk tovább. Egy olyan filmre, amit csak te láttál, és én csak egy jelenetet láttam belőle, és akkor ezt meghagyom neked, hogy akkor elmesélhesd, hogy akkor mégis hogy került ide ez a film a The Man hát, from, from Toronto. Ez, ez nem ez én, én, én ajánlottam, család. szóval nem tudom, igen, hogy igen. került de. de úgy, hogy mindegy, de hogy igen, de van sztoria ettől függetlenül, hogy mesélni, hogy ja, hát ez hogy egy, ide. Ez egy olyan film, amiben van egy kemény csávó, van egy balfasz csávó, és a, valakik azt hiszik, hogy a balfasz csávó az a kemény csávó és akkor aztán előáll egy szituáció, ahol a balpasz csávónak kemény csávónak kell tűnnie, hogy elérhessenek közösen egy célt, amiben mindketten kvázi egyet értenek, hogy az jó vagy legalábbis szükséges. Úgy. És akkor na, ilyen filmből láttunk 2000 darabot egész pontosan, ezt így megszámoltam, hogy 2000 darab ilyen filmet láttam, címeket nem sorolok, és tehát írtam egy ilyen másfél soros szart letörboxra, csak akkor szoktam egyébként én másfél soros szart írni, amikor nagyon kivagyok, és ez pedig annyi volt, hogy én értem, hogy lehet ilyen filmeket csinálni, de nem biztos, hogy kell. Mint amikor, a, mint amikor Gusto mondja, ugye, hogy főzni bárki tud, és mondja neki azért, hogy, hogy, hogy oké, okay, de nem biztos, hogy kell is neki. De valóban, hát nem ez úgy is, ami ugye a, a lecsóban megtörténik, hogy azért a lingvini végül tud majd főzni rendesen, ilyen kollaborációval, az igazi szakáccsal, majd vagy végül összehoznak egy ténylegesen főzésre képes egyedet, az itt a valóságban a filmrendezésnek a terén nem mindig megy végbe, sőt, magától nem történik meg a filmrendezés, tehát azt meg kell csinálni. Na de, az alaphelyzetre, tehát, hogy az van, hogy a a Balfasz csávó szerepében tetszeleg, a, aki ilyen ilyen kis ilyen edzőtermet meg box kurzust, online box kurzust akar üzemeltetni ez a Kevin Hart aki a filmben Tedit alakítja és a legnagyobb innovációja az a az érintésmentes boxnak a a meghonosítása és a kifejlesztése, és ez azt jelenti, hogy üt az ember felé, de nem találja el. És akkor ez, tehát hogy ő neki ez, a, ez az invenciója, tehát ő ezt hozza, és ez itt tálalja is egy csomószor ilyen, tudod, mint van a, volt a, a McDonald's-os kvázidoksi, az alapító. Igen, a the szerint, Founder, igen. The Founder, igen, hogy abba is, a, amilyen volt az elején a, a csóka, hogy a sok hülye ötletével próbálkozik, és akkor azokban mindig kudarcot vall, ameddig csak el nem ér egy nagy sikert. Na, ez a srác is ugyanilyen, hogy folyamatosan a hülyébbnél hülyébb ötleteivel házal a, a tényleges edzőtermet üzeveltető haverjánál, aki nagyon sokáig tolerálja, mert, mert jó haverok, meg ilyesmi, na, de a film elején aztán majd mondja, hogy ez no, és ugye ezzel csak hogy ő nem ér el a, az alapító főszereplőihez hasonló sikert, hanem megmaradt Faszfejnek, és ezzel párhuzamosan, de ez jó értelemben Faszfej, tehát mint a, mint a Baromarc, meg a, a Bruce Willis-es ez? -e? Ezt így igazából szeretjük, de minden mellett próbál fel, fenntartani egy, egy nagyjából működő házasságot ami abból áll, hogy próbál egy férfiként teljesíteni, és van egy felesége, azt, aki ezt úgy el is várná tőle, de annyira áldott jó lélek, hogy igazából így, így bírja ezt az egészet. És akkor ez ilyen igazából még jó is, mert a, mert amikor mondja, akkor nem ilyen idegesítően lebassza, ahhoz, szok, ahogy az szokott lenni ilyen, ilyen elég stresszes élményt keltően a, a hasonló premisszával dolgozó filmekben, amikor az asszony így lebassza, hogy miért nem cserélted ki nem is, vagy igazi férfi, stb. stb. Ilyesmit nem mond a felesége, de érezzük, hogy megy szét az egész háztartás, meg, meg az egész mindenség nem nem működik túl jól. És akkor a, a menőcsávó, a Man from Toronto, az a Woody Harrelson, aki egy ilyen, az a fajta ember, akit akkor hívnak, amikor valami olyan munka van, amit senki nem bír megcsinálni. Tehát azzal kezdődik a film, hogy, hogy bejön, így nem tudom. Ja, igen, így megérkezik, ilyen nagy, széles karimájuk abban, így néz alóla. Ö, aki, akihez jött, az így elkezd neki motyogni, hogy ez meg az meg amaz, de egy odébkül, és oda megy a kikötözött csávóhoz, akit éppen vallatni kell, kirakja a késeket, és elkezdi mesélni, hogy, hogy őt a nagyapja nem tudom, hogy nevelte meg ilyesmi, és egyszer egy jégmezőn egy medve, és kifejt egy történetet, és mire befejezi, addigra a csávó szerintem összepisálja magát, és mindent beval. Ez a fajta ember. És akkor a, a az érintés nélküli boxot kifejlesztő csávót összetévesztik ezzel. É, mert hogy elbalfaszkodja, tehát el akarja vinni a, a, feleségét, azt hiszem a házassági évfordulójuk alkalmából, de ez nem biztos, valamilyen szülinap az is lehet, valamilyen, valamilyen alkalomból el akarja vinni. olyan, mint az ex elején, hogy a szülinap vagy esküvő vagy. Az, az ex, igen, azt is kicsit benéztük ott, de nem, nem baj. Azt is milyen rég láttam egyébként, hú a kurvány, hát Valakivel meg kell néznem, és akkor én is megnézhetem megint. Igen, van egy ilyen alkalom, el akarja vinni egy hétvégére, és tehát olyan az ember, hogy, hogy fogy a tinta a nyomtatóból, de nem cseréli ki, mert és akkor nem cseréli ki, és rosszul nyom, vagy nem, hát igen, ilyen félig meddig nyomtatja csak ki a házszámot a nyomtató, és akkor benézi a számot, hogy hova kéne menni, és pont oda megy, ahol a brutális vallatás zajlik és akkor onnantól kezdve az egész filmen keresztül ez a két, két, karakter egymást kerülgeti, és próbálják egymást nagyjából segíteni, és akkor végén persze minden nagyon happy. Bocs, ez spoiler, baszki, de hát más, hogy nem is lehet, minden nagyon happy. De akkor igazából ez egy jó, jó alapfelvetés. Ugye az a probléma, hogy ezt a sztorit, a Rübi és Kanten című film, amit magyarul uh, pofabére fordítottak, az sokkal jobban megcsinálja, és ezen kívül a maradék 1999 film sokkal jobban megcsinálja. Ez uh, egy ilyen titkos ügynökös szállat is beemel, mert van ilyen, hogy men from Toronto, az oké, okay, de van men from Miami, van men from the Budapest, meg Tokió, meg a fasztalat, és vannak ilyenek, és akkor uh, vannak ilyen menő harcok, olyasmiből látunk egy, amit te láttál egyébként, a, a, amit ki is emeltél, amit, amit elbe is küldtek, a, be is küldtünk itt a közösségben. A, az a verekedős izéje. Igen. Igen. Az, amikor a Men From mindenhonnan többi emberekkel bunyóznak, és az nagyon menő, tényleg. Van benne egy jó jelenet, a végén. A többi viszont brutálisan rossz, néha vicces, viszont ilyen követhető popcorn élménynek oké, de ez az ilyen pályóan közepes. Tehát, hogy ez ilyen lehetett volna sokkal viccesebb, sokkal akciódúsabb, sokkal csavarosabb, mert az ilyesmibe belefér, hogy sokkal csavarosabb legyen, de sajnos nem lett, és ez néha nagyon fájó, de tényleg. És öm, ö, nem igazán tudom javasolni, hogy Woody Harrelson mi a fenét csinál ebben a filmben, azt nem értem. Megpróbáltam olyan képlet mentén megfejteni, mint hogy a a Nicolas Cage élvezi a Dracula szerepet, a Momoa élvezi a halálos iramban tizet, akkor lehet, hogy a Woody Harrelson élvezi ezt, de nem jöttem rá, hogy most ő ezt tényleg élvezi, vagy, vagy, vagy színészkedik. Úgyhogy nem tudom, de lehet, hogy ez volt a motiváció, hogy játszani egy ilyenben, meg hogy az egész elkészüljön. E, sokkal jobb is lehetett volna egyébként valóban. Ez elpazarolt lehetőséget érzek benne, mert ez egy hálás premissza, de no, láttunk már 2000 -et attól még ez, ez, tud működni, hogyha jók benne a motivációk, de nem. Tehát, hogy a hülye poénkodás egyébként elviszi, a, elviszi az egészet, meg ebbe is van olyan, tudod, hogy amit szerintem nem nagyon mernek megjátszani, mert érzik, hogy mennyire szar, és akkor egy film megjátsza, és a, és, 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 valamiért így sikeres, meg az embereknek így valamiért tetszik, talán pont azért, amiért szerintem kurva kínos, mert így, nem, ez így nem szokott tetszeni senkinek, és aztán ebből lesz egy ilyen trend, és muta ebből is valahogy ez tükröződne, hogy mit tudom, vallat valakit, és egy példát, vallat valakit, és akkor nagyon szenved közben, mert ő ezt így nem akarja, meg nem ehhez van szokva, de egy ilyen dumás, akárki, és előadja, hogy ő mennyire kemény. És közben két ilyen nagyobb monolók között, amit nagyon keményen előad, így nekiáll, így, höh, így liheg, meg így könyörög a másnak, hogy légy szim, mondd el, én is akarom, meg ilyesmi, is. teljesen ilyen agyhasadt embernek tűnik, de úgy van beharangozva, hogy ő a kemény ember, és akkor azt hiszik, hogy na ez az ő izéje, ez az ő, ö, mit tudom én, a kvalitása, amivel elér, hogy ilyen teljesen vállalhatatlan, őrültnek tűnik, aki bármelyik percben ö, kaszabolhat, de okáthat is és az okádás az meg is történik. Spoiler. Tényleg van egy ilyen, no mindegy. Öm, ej, ha, ha, nagyon el kell döntenem, hogy inkább jó, mint rossz, akkor legyen inkább jó, mert hogy nem, nem ilyen vérlázítóan szar, hanem ilyen fájóan közepes. És akkor azt hiszem szumma. Gergő pozitív öm, május start. Kb. Kb. De hogy itt én adom a többet, tehát én vagyok a nehezebb, és nem a filmek sajnos ebben a, a pozitív felédőlő mérlekben jó, na, igen, én nem hiszem, hogy be fogom pótolni, azt egy jó jelenetét már láttam, úgyhogy... Egyébként tényleg annál többet nem is kell látni, pont olyan, mint a Renfieldnek a trélere, tehát azt <laughs> többet nem kell megnézni. Ja, akkor menjünk tovább egy szem magyar filmünkre. A, a magyar Igen, amit te fog, aminek a magyar kótának akkor most te fogsz eleget tenni. Igen. Ezt egy ilyen különleges vetítés keretein láttad vagy az egy szemvetítésen, ha jól tudom. Pesten azt hiszem egy darab vetítés volt, igen. Azt hiszem voltak, ja, ez a, igen, a Balcsillag című film, mint a Pólik József nevű ember rendezett, és ennek volt egy ilyen ős Debrecenben, az, az elég nagy portkavart, tehát akkor ilyen, akkor körbe is mentek róla a hírek, meg telt ház, meg minden, meg beszélgetések, meg ilyenek, és akkor tehát ez egy, ez egy nagyon független film, tehát ebbe semmi izé nincs, tehát minimális költségvetés nagyon, nagyon, nagyon kevésbe lerakott külső tőke, tehát mindent, mindent ők hoztak össze szinte. És ö, és ja, ami nagyon érdekes, hogy ez egy posztapokaliptikus thriller, és nem ezzel is voltak ilyen hírek, én nem ismerem ilyen mélyen a magyar filmkultúrát, de elvileg ez az egyetlen magyar ilyen film, és ezért aztán nagyon érdekes, viszont a Debreceni bemutató azon kívül az ország szerte néhány másik vetítés van. Csak ahova személyesen viszik, és akkor megy a stából is, néhány ember a rendező, az mindig megy. Tehát, hogy én többször is találkoztam vele, és egyébként egy mindenki kb. normális, de a filmről akkor, tehát hogy nem akarjuk izé Egyébként mindenkinek javaslom, elvileg jönni fog majd valahogy online formában, vagy fene tudja a óra, vagy bárhova elvileg majd fölkerül, miután megvoltak a mozis vetítések. Szerintem egyébként ez, ezt ezek az ilyen országszerte tartott mozis alkalmak már kifutottak, de ha valaki látja, akkor mindenképp nézze meg, mert ez egy nagyon egyedi film, tehát nem hiszem, hogy, hogy ilyet még, még, még lehet látni. Az biztos egyébként, hogy és ezzel már rátérve kicsit, hogy ez nem igazán mozi vászon kompatibilis dolog, tehát hogy ez szerintem ilyen tipikusan otthon nézős film, nem, nincsenek benne nagy látványos dolgok, egy van a végén, de az kicsit csúnyácska, ugye a minimális költségvetésből ez, ez következik, hogy annak kb. csúnyának kell lennie, és akkor most először mondok olyat, hogy igazából örülök, hogy nem láttad, mert akkor nagyon nehéz lenne megvédeni ezt a filmet. Tehát nagyon nehéz lenne elérni, hogy ne, ne kelljen a sárba döngölni. És akkor most úgy csinálom, hogy hogy megpróbálom lezavarni gyorsan a, a kritikát, és aztán mondom, ami jó. Tehát ez, ez arról szól, hogy van egy, egy posztapokaliptikus alaphelyzet, amiben mindenki, az összes szereplő nagyon ki van szolgáltatva alig van étel, ami van, az is hamar megromlik, terjed egy betegség, amit vagy elkap az ember, vagy nem, de inkább igen, mint hogy nem, és egy ilyen általános világ utáni posztapokaliptikus nihilizmus uralkodik, tehát ember embernek farkasa. És akkor ebben a kontextusban Előkerül ilyesmi, hogy mitől maradhat ember az ember, meg hogy hogy szerelem. Ugye, meg az ilyen alapvető emberi dolgok egy ilyen kontextusban kezdenek el kifejlődni, meg ugye bár az is felmerül. A főszereplőnek a, a a családjánál, hogy a mit tudom én, az apa, aki elment, meg aki visszajön, meg az anya, akit gondozni, és akkor jól van-e, vagy nincs, meg ilyesmi. Ezek, ilyesfajta témákkal dolgozik a film. Többet nem mondok. Egyrészt azért, mert ha elmesélném, semmivel nem mondanék, mondanék ennél többet, mert ennek a hangulata sokkal fontosabb szerintem, mint a, mint a konkrét története, illetve a filmi ábrázolás mód, a, a sajátos alkotásmód az olyan erősen ő, uralkodik az egészen, hogy szinte már az a lényeg. Tehát, hogy van egy jelenet például, amikor a filmnek szerintem a legnyomasztóbb részét követően van egy ilyen emelkedett pillanat, amiben van egy olyan ilyen horrorisztikus pillanat, ami azon a szinten van, szerény véleményem szerint, mint a, mint a 82-es dologban az, amikor tesztelik a vért, és akkor az ember várná, hogy a harmadik vérteszt ami annak az embernek a vértesztje, akiről nagyon erősen sejtjük, hogy ő lesz a dolog, annál jön a jumpscare, de nem a másodiknál jön, és ilyen kurva ijesztő, és ilyen, na, szóval, és ilyen nagyon hirtelen, és nagyon hatásos. Eh, illetve van, van benne egy táncjelenet, ami kibaszott jó, és ez is olyan, amikor az ember érzi, hogy, hogy ez nagyon könnyen lehetne kínos, de ez ilyen fölényesen nagyon jó, illetve van egy ilyen skifi momentum a végén, amit én imádok. Tehát imádom az ilyen grandiózus skifi momentumokat, még akkor is, ha egyébként nagyon bénán néz ki. Na és akkor, tehát ami rossz, hogy hát én ezt a vágást nagyon nem élem. Tehát ezek az ilyen a túl motivált a vágás, meg kamerázás, az szerintem egy idő után amatőrizmusnak tűnik fel. Tehát amikor, tudod, vannak az ilyenek, a, amikor fordul a kamera, ott az egyik szereplő, ott a másik is így állnak. Vagy ennek az inverze, amikor megy a kamera, és így megvárjuk, hogy történjen valami, és akkor utána történik az a valami, és érzem, hogy itt ezt annyira éppen rendezik, hogy a természetességnek az ötletesen merül fel távolról se, semmi ilyesmi, illetve ami szerintem Hát volt egy beszélgetés a budapesti vetítés után, ahol, ahol mondtak arról dolgokat, hogy a hangot hogyan kellett nekik intézni, tehát hogy ez utómunkával készült szinte minden hang, mert nem tudtak külső helyszínen hangot rögzíteni, ezért az egész atmoszférát újra kellett kreálniuk a semmiből, és ez rendkívül érződik. én nekem az volt a benyomásom, hogy az utolagos beszélgetésben ők azon a véleményen vannak, hogy ez jó, de nem, ez sajnos rossz. És ö, ö, annyira rossz, hogy ö, hogy ö, hát az szinte, szinte vállalhatatlan, hogy így fogalmazzak. Tehát a, ezek az ilyen minimális dolgok talán a legenyhébb részei ennek a, ennek a, ennek a minőségnek. Ennek a hangminőségnek, hogy van ilyen, hogy valaki letesz, letesz egy poharat, de ilyen látványosan erősen, és akkor az halkab, vagy talán el is némul ahhoz képest, mint amikor valakinek a kabátja így éppen összedörzsödik valaki másé, valami meg nagyon hangos. Tehát az, az ilyen szinten nem jön létre szerintem a, az atmoszféra, illetve az is benne van, hogy egész végig nem csak az hallatszik, amikor így belelélegeznek a, a dologba. tehát tehát nem csak akkor hallatszik az embereknek az ilyen nagyon közeli lélegzés a, a mikrofonban, amikor mondjuk közeli felvétel van, hanem egész ah. film alatt végig, és hogy még az is hallatszik, tudod, van ez, amikor, amikor uh, nincs zajszűrő a mikrofonodon, és így uh, ki nyitod a szádat, csak így a nyelvedet odébb vicced, és egy ilyen minimális a cuppan, amit csak a fejed belsejében hallatszik, és az is hallatszik. Meg, a, meg az ilyenek. Tehát hogy ezek szerintem elég triviális problémák egy egy mozifilmnél, és hogy ez, ugye legutóbb, amikor ilyen technikai problémákat hoztam fel a podcastben, akkor azt a filmet az év legrosszabb filmének választottam, ahol szintén hangproblémák voltak, meg meg képi problémák, meg ilyesmi. Itt most nem ez lesz a megfejtés, mert vannak nagyon jó pillanatok, de azért ezekkel járunk. közel járunk, meg hogy közel megyünk, aztán messze kötünk ki tőle, de ezt a pontot megközülten szerintem nem érdemes, vagy hát akkor többet kell vele foglalkozni, akkor is, hogyha összehozni egy tortúra és egy kaland, és csoda, hogy elkészül, de, de akkor is, mert ez nem jó. És még valami, igen, a képi világ miatt most eszembe jutott, hogy, hogy nagyon sötétre van fényezve, és ez az ilyen, tudod, mint a, ugye a Walking Dead egy posztapokaliptikus sorozat, de nincs ez a buzi filter rajta, hanem az csak simán föl van véve, és mégis igen. kurva jó. És na igen, tehát hogy ez a lényeg. Azért posztapokaliptikus, mert még ott van, a, ott van a társadalomnak a lenyomata. Még ugyanaz a fű van, ugyanazok az épületek vannak, ugyanaz van, de már nem lézeng, vagy csak lézenk ott ö, az a hangulat, ami korábban az egészet övezte, a, a sürgésforgásnak és az emberi életnek, meg a kommunikatív tereknek ez a sajátosan életszerű élménye, meg ugyebár az emberek. És amikor bejut a posztapokaliptikus kontextus, bejut az apokalipszis, bejut a zombi, bejut a valami, akkor utána ez ugyanígy megmarad. És az ambivalencia abból képződik, hogy már az, ami úgy néz ki, mint ami az, az valami más. Ezen a ponton jön létre a zombi, amikor az már nem az, ami volt, hanem ránézek, és nem ismerem fel benne azt a korábbi, de a szemem ugyanazt látja, és valami mélyebb szinten kell nekem felismerni azt, hogy itt már valami egész más van. És akkor van, a filteres fényezős megoldás, amikor minden fakó lesz, minden az egészre kerül egy ilyen, egy ilyen soft érzés, mint amikor homok fúvják a vasat, és akkor ilyen nagyon soft lesz a tapintása utána, ez a fajta fényezés, és mondták utána a beszélgetésben, hogy, hogy itt a mozinak a beállításai miatt még sötétebbnek tűnt, mint ami ennek lennie kell általában, és akkor hát én ilyenkor mindig egy kicsit így szívom a fogamat. Ugye átéltem nem elég is ilyet, amikor a Fehér György szürkület című filmének volt a felújított változatának a bemutatója a Toldiban, ez már fél éve lehetett, és akkor az ott meg nagyon világos volt. Eztán kiderült, hogy egyébként a, a filmarchívumosok néztek be valamit, és a verzió, amit elküldtek nekik, az volt egy kicsit gázra fényezve. Na és ilyen állap, ilyesmik szoktak inkább megesni, hogy a, a, szerkesztők hibáznak, vagy egyel kevesebb fel ö, kijelzőn nézik meg, vagy mondjuk tízzel kevesebb kijelzőn nézik meg az adott filmet, mint kéne, és ezért nem esik le nekik, hogy az egyiken így néz ki, a másikon úgy, stb. stb. és hogy melyikre tervezik, akkor azon máshogy nézhet ki, meg ilyesmi, szóval ez, ez a fajta, és ö, úgy általánosságban én nem szeretem azt, amikor valami ezzel közvetíti a, a, a posztapokaliptikus jelleget. Alapvetően nehéz, ö, nehéz, ö, mit szerintem nehéz a Magyarországon ilyesmit forgatni, mert ha, főleg, ha nem rombolhatjuk le a várost, és nincsen CGI. Tehát, hogy akkor ez valóban nehéz, de szerintem ez a filterezős téma nem váltja ki ezt az igyekezetet, hát akkor még nehezebb lesz az egész, akkor be kell költözni belső be terekbe, és aki megyünk, akkor azt viszont nagyon faszán föl kell építeni, de tehát akkor jönnek ebből ilyen, ilyen következmények. Tehát mondjuk, mint tudom én, ilyesmi szempontokról beszéltünk, amikor azt mondtuk, hogy hogyan fejlődik ki a jó fűrészképlet. Ők se forgattak külső helyszínen, már nem volt pénz, és milyen jót tett neki, hogy nem forgattak külső helyszínen. És ez a film is szerintem a végétől eltekintve simán megtörténhetett volna végig belső helyszíneken, akár a föld alatt, vagy bármi. Most nyilván belekontárkodok a rendezői koncepcióba, és emiatt akkor a kereszthalál, de akkor is nem ha nem, nem igazán jók a külső helyszínek, mint ahogy szerintem nem azok, akkor a belső helyszínekre kellett volna erősíteni, és akkor sokkal jobb lenne az egész, és még nagyobb súlya volna a végén annak a bizonyos ilyen grandiózus pillanatnak, ami viszont kötelezően külső helyszínen van, szóval ez szerintem megint csak rossz. Ja, és még a hanghoz, hogy volt egy ilyen pillanat, amikor valaki csinált valamit látványosan az előtérben, és a mozi hangrendszeren az így, az így, így hátulról jött, így balról hátulról, és ezért rendkívül diszonás volt. Na de, lezavartam a kritikát, és hogy... És most jöhet a előkritika. Most, igen, most jön az, hogy... Most jön elemzés, utána a vélemény. Igen, á, a vélemény az... Igen, igazából nem volt még vélemény, de most jön az, hogy mi volt jó viszont. Tehát kiemeltem már néhány jelenetet, amik nagyon jók, de azokat azok tudják, hogy azok milyenek, akik látták a filmet, úgyhogy azokat most nem mondom el még egyszer, meg kell nézni, mert azok miatt tényleg megéri. Ja, bocs, színészi játék, az kimaradt. Szar. Bocs, a, aki a, az idős színészek nagyon jók, a, viszont a főszereplős srác rendkívül hiteltelen, a haver, aki a, igen, a, a, kajás haver, aki felbukkan, most így az, azoknak utalok így rá, akik látták, szerintem ő is gázos színészkedik. A csaj szerintem jól lehozza azt a szerepet, ami, amit hoznia kell, de szerintem csak azért, mert, mert karakterszínészként hiteles, és azt alakítja, aki egyébként is ő de rajta legalább nem látszik, hogy kicsit kínoskodik amiatt, hogy filmben szerepel éppen. Viszont a, a házas pár karakternek szerintem ők zseniálisak, a, a szövegeik is zseniálisak, ahogy eladják, az is zseniális, stb. És az idős, idősebb színészek is mind nagyon, nagyon kiemelkedőek, ezt tudom mondani, szóval van egy kis, kis kontraszt a fiatal és az időszínészek színészek teljesítménye között szerintem. Na de, mi, a, mi az érdekes ebben az egészben? Nagyon sok tarbél hatást érzek ezen a filmen. Tehát a, és meg, 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 ilyen Fehér György izét. Tehát az, a, ahogy indul a film, hogy felülről szemléljük a területet, ahol majd történnek az események, stb. Fehér György szürkületizéje, megy a zene, nagyon kemény, nagyon fasza. Vannak ezek az, ezek a jellegzetesen tarbélásan motivált kameramozgások, hogy a kamera akkor megy és arra megy, amikor szereplőket lehet követni, és, és, a többi, és a többi, és ami ebből kifejlődik. Ezzel kapcsolatban ajánlom a Werkmeister harmóniák elemző adásunkat, ott ezt szépen megbeszéltük a motivált kameramozgásokat, amik, amiket Tarbéla alkalmaz abban a filmben, de különben más filmeiben is. Itt ezekből egészen sok megjelenik. Persze kisebb formában vannak végrehajtva, általánosságban nyilván ez egy kisebb volumenű film, de azért mégis ezek meg, és ezek tök jók benne például, tehát hogy sokszor nagyon jól működnek és nagyon jók. Ugyanaz jelenik meg, mint ami a Tarbélának a korai filmjeiben volt nagyon jellemző, a helyesebben hülye vagyok, tehát a, ami a, a késői filmjeiben volt jellemző, az extrém, ö, extrém nagy jelentőséget kapó környezet és a banális szereplőknek ez a furcsa szembenállása és az egymásra hatása a és az, ezek az ilyen banális szereplők, akik magas például beszédszerű cuccokat ö, virítanak ki, és így beszélgetnek, ilyen túlírtan beszélgetnek meg ilyesmi. Az ilyen szereplők ö, jellegzetesen tarbélásak, és itt is szépen, ö, nagyon szépen felbukkannak, leginkább a, a hú, hogy is hívták, aki, 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 aki játszotta a, Hú, most szerintem nem fog eszembe jutni. Talán, talán a, aki a Tibort alakította, na, ő nyomott ilyen de jellegzetesen tarbélásan túlírt cuccokat, és azok is szerintem elég jól működtek. És az egésznek központi témája az, amikor az egész tarbéla életmű szerveződik, a, az emberi méltóság. És hogy van egy jelenet, amikor a, amikor a a régi nem látott fater visszatér, de ember embernek farkasa, és kihasználja őket, és megint elmenekül, és van egy ilyen a filmi ábrázolásban szerintem rendkívül bugyután lecsapódó rész, amikor, hát most ez spoiler, de nem olyan nagy, nagy dolog, szóval aki nem látta, és izze, akkor most most ez ezt, ezt, ezt hagyja ki, vagy innentől ugorhat a következőre, mert itt most nyomok egy kis spoilert, ami ténylegesen a filmnek a történeti elemeit meséli el, és akkor ezért, na, íze, hogy van egy, amikor a a pater ö, elszökik a konzervekkel, kajákkal, és rác üldözi, elkapja, visszaveszi a kaját, de aztán mégis visszaadja végül a faternak, és az a filmben szerintem, hogy ábrázolva van, rendkívül bugyután veszi ki magát, viszont az egésznek a jelentése nagyon kemény, mert hogy a, annak során, hogy ő visszanyerje a fiától a, a kaját, annyira meg kell aláskodnia, hogy elveszíti minden emberi méltóságát, és ezzel vívja ki, hogy akkor így, mint egy kutyának, odaveti végül neki a, azt, amit egyébként ellopott tőlük, és amin egyébként az életük forog kockán. Szóval ilyesmi mélységek vannak ebben a filmben, és ez nagyon jó. Ez nekem nagyon tetszik. Öm. és még, még a még tarbél a hasonlóság, mondták is az utóbeszélgetésben, de egyébként is feltűnő egy csomószor a természetesség az egészben, ami hát a, a tapasztaltabb színészeknél szerintem nagyon faszán kiütközik, de a, a fiatalabbaknál inkább az ilyen nem tudom mit csináljak pillanat ütbe, be, hogy a, a színészvezetésben nagyon nagy volt a szabadságuk, hogy az volt a lényeg, amit a Tarbéla is nagyon szeret, és mindig, mindig is így, így csináltak kb. a filmjeit, hogy hogy meg kell születnie a jelenetnek, amit látni akar, és akkor ő már a valóságot fogja le lekamerázni. Tehát nem, nem azt akarja, hogy megírja a forgatókönyvet, de nem is csak dísznek van a forgatókönyv, hanem megírják, elolvassák, megtanulják, és utána azt csinálnak, amit akarnak, de hogy nagyjából olyasmit. És az a lényeg, hogy azok mentén, az irányelvek mentén, amelyeket a forgatókönyv és egyéb iránt a rendezői koncepció diktál, szülessen meg a valóságban a cucc, a, a tényleges jelenet, amit majd fölvesznek, és na például ez is jellegzetesen tarbélás, csak hát nála szerintem ez a messze menő, ki sokkal jobban működik. És mondok még egy még spoiler, de most már úgy sincsenek itt, ugye? Azok, akik még nem látták és meg akarják nézni, lehel, bocs. <tos> 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 Van a végén obskurús rémszerű Skifi monstrum. Ezt így felírtam magamnak, mert ez jól hangzik, és na, az is nagyon kemény. Rosszul néz ki, igen, rosszul néz ki, de hát nem is ezt már többször érintettem, hogy rosszul néznek ki dolgok, de meg rossz a hang, meg ilyesmi, de hát nem is nagy költségvetési hollywoodi film, szóval nem kell ezt így ezért, annyira túlpörgetni. Viszont a, a cuccnak a jelenléte, meg a jelentése, az, az megint csak nagyon fasza. Tehát van a film végén egy pillanat, amikor így fölnéznek, és akkor ott lebeg egy ilyen anyát, egy ilyen, egy ilyen, tényleg egy ilyen rémszerű szkifi monstrum. És a, hogy az így, hogy most összefoglalja-e magában minden gondok összes jelentését, hogy az-e minden bajok darás fészke, az nem tisztázott, de látszik, hogy valami ilyen ocsmány gonoszság, és van benne valami pátosz, és na ez, ez szerintem elég jó. Meg, meg egy, most már a végén vagyok, nem akarok szerintem többet mondani, de volt egy ilyen, mi akik ott beszélgettek a Pesti után, a rendezővel, meg a megjelent ö, színészekkel, hogy mintha ebben benne lenne egy folytatásnak a lehetősége, de a rendező is ezt ilyen furcsán mosolyogva lekeverte meg, hát nekem is geci furcsa volt ez a kérdés. No, ez nem opció, még ha nyitva is marad valamennyire a történet. No, ennyi. És akkor most a vélemény, ez jó. Tehát, hogy ez tényleg durván jó, ez a cucc, csak az embernek félre kell tennie, és gyorsan el kell folytani a magában azokat a kritikai meglátásokat, amikkel mondjuk beülne egy nagy költségvetésű hollywoodi blockbusterre, mert uh, tényleg lesznek nem kielégítő részek a technikai oldalon, meg lesznek kicsit, kicsit bárgyú, kicsit amatőrizmusba csúszó uh, megoldások a képi világban, viszont az egésznek a sztoria, a veleje, a lényege, a célja, azok nagyon jók, nagyon fontos dolgok, és uh, magában a Magában a filmben pedig a, a, a ezek a, hát amiket soroltam, a túlírt, a tizé, ezek elé, elérnek néha olyan szinteket, ami, ami tényleg, tényleg maga, magas, magas művészet emeli a, az egészet, csak ugye van ez a sajátos diszonancia, a technikai és filmnyelvi és a történeti és lényegi ö, aspektusok és magas gondolatok, stb. ezek között és emiatt aztán lehet, hogy az emberek nagy részének ez nem tetszik, tehát például az IMDB-n a 12 szavazatból a 8 per 10 az túlzás, de nyilván a 12 szavazó az a stáb, én meg ugye letörbogatot használok, ezért aztán nem itt pontoztam, viszont ez egy, ez egy komplex élmény és nagyon érdekes műfai kísérlet, és már csak azért is látni kell, mert érdekes és egy ilyen kuriózum, de van tényleg konkrét filmi hozadéka, ami nagyon faszántos. Szóval na ennyi, ennyi picit hosszabb volt, mint általában. de most megadtam a módját, mert valószínűleg nem nagyon születik róla túl sok kritika, vagy túl sok tartalom. Bár amúgy, és most rúgok egyet valakibe, én akartam írni, nem, 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 már rúgtam ezzel a dumával. Én írtam egy e-mailt a a filmvilág szerkesztőségének, hogy szívesen írnék egy, egy kritikát erről, és basztak rám. úgyhogy. nem, hogy, baj. Úgy, nem, baj, nem baj. majd de... ha jönnének a podcast, akkor, Na, de... akkor visszakapják, igen. A beindul. beindul a zene, igen, szóval akkor majd. ezért most nem lesz valószínűleg ott kritika, ha csak egy hónap múlva eszükben nem jut, amikor ugye már ez a film kiment a mozikból, meg kávé minden honnan, akkor, na, szóval mindegy. Ez a lényeg, úgyhogy itt volt a, itt volt a kritika. És akkor menjünk tovább az adásnak azon a részére, ahol korai filmekről beszélünk. igen, igen. és akkor kezd el, kérlek. Igen, kezdem én, mert ezt a filmet csak én láttam, ez ilyen olyan megnézés, hogy még annó ugye, hogy egy klasszikus idézek, hogy csúsztattam a kezemet a tékapolcán. polcán, oh. Megakadt rajta, és beszereztem, és azóta itt a itt a laptopomon és akkor... Mármint a dobozban. Igen, a, igen, igen, a dobozban, és akkor a, 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 tehát azon a filmen, amit majd ezután fogunk beszélni, azon föllelkesülve úgy voltam, hogy basszus, még most akarok most még korai filmet nézni, mert szükségem, igénylem. Kell mert, a testednek. A igen, kóraig. mind szellemileg, mind testileg, igen. És akkor elmondom, elindítom ezt, megnézzük, milyen lesz. Az a címe, hogy The Witch Part 1 Subversion. Tehát ez a The Witch ...nek a part 1-e, ez egy 2018-as film, 2022-ben pedig bemutatták a part 2-t, amit még nem láttam, de mindenképp meg akarok nézni, mert ez a The Witch, Part One Subversion, egy kurva jó film. Ö, és ö, tehát, ö, ez egy olyan film, amit egyébként most mindenkinek, ez is az a film, amit úgy ajánlok a legjobban, vagy úgy a legjobb megnézni, hogyha most innen ezt átugrod, és megnézed, és utána visszajössz meghallgatni, hogy én mit ajánl beszélek róla, mert ez is olyan, hogy minél kevesebbet tud róla az ember, annál jobb. E, arról szól, hogy a film első jelenetében azt látjuk, hogy egy ilyen laboratórium-szerű helyről, így egy ilyen kis, mint egy ilyen Stephen King, tehát az egész filmnek amúgy van, nekem nagyon hasonlított az egész sztória, egy ilyen Stephen king felütésre, így a, a, most van egy ilyen újabb könyve a, nem az alapítványa címe. Az intézet az volt a címe arra, Aha. meg a tűzgyújtóra, meg, a, a, meg az összes ilyen, amikor egy gyereket elmenekül egy laborból Stephen King könyvre. Tehát így <laughs> van egy pár. Saját uh, műfajai vannak az embernek. Igen, igen de hogy nem de szerintem most aki olvas az több Stephen King-et, az tudja, hogy mire gondolok. Uh, hogy egy lány így elmenekül, és akkor megérkezik egy családhoz, én nem ugye, amikor menekült az erdőbe, ott ilyen sok katona, meg kutyákkal üldözik, de sikerül elmenekülnie, meg ugye kapunk ott így a, az intézetbe, ahonnan elszökött, onnan ilyen fejeseknek olyan párbeszédeit, amit még ugye még nem teljesen értünk meg, de kellenek a későbbi kontextushoz. De azt tudjuk, hogy ezzel ez a lányjal ugye valami volt valószínűleg, vagy valami lehetett vele, és akkor elszökött, és oda kerül egy családhoz, és akkor onnan már időt ugrunk tíz évet, és onnan ő már tinédzser. lány, és ő igazából próbál egy nagyon jól tud énekelni, és egy, amúgy meg egy jó tanuló, és a barátnője benevezi, vagy együtt beneveznek egy ilyen kutatóra ahonnan bejut a későbbi fordulóra, ahonnan pedig ugye bejut a televíziós adásba is. És a tévében fog szerepelni, és az a lényeg, hogy az éneklős produkciója mellé ő csinálott, hogy fölhívja magára a figyelmet, egy bűvész trükköt, amit gyönyörűen zseniálisan a filmben, mi nem látunk, hogy őt mi csinál, csak beszélnek róla, de nem tudjuk, hogy konkrétan mi volt az a bűvész trükk, amit ő csinált. És közben pedig, amikor mennek Szöulba a tévéműsorba, már akkor ilyen fula, fura alakokot megkörnyékezik őt a vonaton, és ilyen, így mondja neki egy ilyen fiatal sász, hogy, de, hogy, elkezd neki angolul beszélni hozzá, meg hogy tehát most tényleg nem emlékszel semmire, és itt kineveti, és a többi, és a többi, meg ilyen fura alakok elkezdik követni őt, és innen bonyolódik ki a sztori, egészen ilyen odáig, hogy ott megtámadják őket az otthonukba, és így zajlik a film cselekménye, és akkor, tehát ez egy olyan film, ami nagyon, ez, ez is egy fegyelmezett film olyan szempontból, hogy amit végigvisz, az nagyon, és az, az, a lényeg, hogy az első fele a filmnek az egyáltalán nem olyan, mint ahova kifut, hanem ez az első fele, ez a kutató és a minden, ez az egy óra 50 percből, ez majdnem egy óra amíg így teljesen átlagosak látunk mindent. És utána ö, elindul egy ilyen egy nagyon erőszakos akciófilm irányba a második felébe, de nagyon fokozatosan, és ilyen nagyon piciket, és ilyen olyan, olyan jelenetek vannak benne, ahol így megvillantják ilyen pár, ilyen tíz másodpercig, hogy Úristen, itt mik, mik vannak. Hogy milyen szintű mészárlások lesznek még a végén. És ugye tényleg az van, hogy az egész ilyen olyan görbét mutat le, amit hogy nagyon laposan indul, és a végén így nagyon kicsúcsosodik. És az egészben az a legszebb, hogy egy annyira ö, hatásos csavar van benne, de hogy nem az a fajta csavar, aminél fogod a fejed, hogy Úristen, mint egy fűrésznél, hogy Úristen, hogy ez itt így mi történik, hanem az a fajta csavar, aminél így, amikor van az a mém, amikor egy ilyen kocsmába tele van egy emberekkel, és a tévén megjelenik valami, és megszólal a bosszú zene, és mindenki kitörve az örömből elkezd ünnepelni, hogy ez az. <tos> <tos> és hogy egy, egy ilyen csavar, annyira bedesz és kegyetlen és elképesztően hatásos csavar van, hogy tényleg ez az állva tapsolós dolog, hogy igen, ez az, hogy még ilyen filmet akarunk, és ö, tényleg marha jó, és ez nagyon jót tesz a filmnek, hogy nagyon lassan indul, nagyon, tehát az egész, ö, ahova kifut a sztori, annak is nagyon sokat alátámasztja az, és nagyon sokat elősegíti, hogy ennek egy nagyon hosszú és nagyon lassú felvezetése van. Nem unalmas egyáltalán, de lassan csordogál az elején, és szépen lassan időt hagy mindennek, hogy leülepedjen, hogy te is az adott szituációban, mint néző egy és amikor történik az adott dolog, ne csak a karakterek álljanak tátott szája, hanem te is, hogy azt a mindenit itt most mi van, meg hogy mi lesz, meg hogy milyen gonosz <laughs> jó értelemben ez a film. És ö, tényleg ezt marhára élveztem. A másik dolog, meg ami nekem kifejezetten üdítő volt, és ugye meg hogy hogyha üdítő dolgot akarunk, akkor ahhoz kell menni. De hogy ritka az olyan film, ahol ugye ö, valakinek szuperképessége van, vagy valakiknek, és nem azt látjuk, hogy ezzel most jót tesznek, hanem hogy igazából itt nincs úgy olyan karakter, akinek szuper képessége lenne és pozitív karakter lenne, igazából nagyon nincsen. Kire. Hanem azt látjuk, hogy ezzel mennyire kegyetlen, amikor neked ilyen te telepata, meg mindenfajta képességed van, azzal mennyire kegyetlen dolgokat tudsz csinálni, és egy mennyire megállíthatatlan szupererő tudsz lenni, és ezt nagyon jól hozza a film. És, és tényleg ezt tudom, és, és akkor itt tényleg ugye a végén itt tényleg ilyen fűrészesen nem nem fűrészesen, de hogy kicsit így retkonolnak a végébe dolgokat, és így behoznak egy olyan dolgot, amivel ugye, ha majd valaki rágogrizik, hogy a part 2-nek mi az alcíme, az így relevanciát nyer. Nagyon tudom ajánlani ezt a filmet bárkinak, nem annyi, hogy ugye ez is egy rohadt erőszakos film, tehát hogy nagyon lassan indul, és nem olyan a, nem olyannak tűnik, de a végére egy nagyon erőszakos film lesz ez is. De aki szereti a skifit, az akciót, a jó csavarokat, az ne habozzon egy percig se, mert tényleg egy marha jó film. Egyébként és a... ez a... Ezt jó, hogy mondod, mert ez is olyan különben nekem is, hogy így TK-ból már kikölcsönöztem, de aztán sose tettem be a lejátszóba, és már megült a por a dobozon, és akkor így most így megint előkerül, szóval mindenképpen meg fogom nézni, ez már, már, már kb. mióta kölcsönözhető azóta ki van véve. És hát nagyon már készültem rá régebb óta, de hát nem volt meg az inger eddig. És, ez, és az a másik, hogy ez, ez olyan film volt, hogy amikor végignéztem utána, direkt visszatekert, tehát hogy annyira kíváncsi voltam, hogy akkor a hogy a kontextusban mennyivel másabbak a dolgok, hogy direkt visszatekertem, hogy így megnézem dolgokat benne. Tehát annyira érdekelt, hogy itt, itt tényleg annyira volt egy konzekvensen felépítve, és akkor így azért itt trükközgettek azért itt ott a, annyira, hogy azért nyilván így más kontextusban azért így kicsit, ha újra nézve, szemöldök felhúzós, de annyira bedesz az, a, ahova kifutatják az egész egészet, hogy elfelőtt teljes mértékben szemet tudok hunni, meg az, hogy ez ugye úgymond már csak az újra nézést érinti, amikor először nézi az ember, akkor tényleg csak tátott szájjal állva tapsol. És akkor, ami ahhoz vezetett, hogy megnézem ezt a filmet, a másik korai filmünk, az Escape from Mogadishu. Erre pedig úgy kerültem fel, hogy a Google keresésekből a adott évszám és a top 10 korai film listákat bújva, ez meglepően sokszor első helyen lépett fel ez a film. És hát akkor úgy voltam, hogy meg hogy a témája is olyan, hogy az ilyen filmeket ezt szoktam szeretni. Meg majd úgy alakul, még kifejezetten releváns is lesz nekem a jövőben, de uh, Escape from magadusú, ez 2021-es uh, koreai film, és valós eseményeket dolgoz fel. A 80-as évek végén, amikor a Kórea szeretett volna csatlakozni az Egyesült Nemzetekbe, szövetségébe, akkor uh, nagyon nagy szüksége volt uh, olyan, ugye nagyon sok országban, és ugye sok afrikai ország van az Egyesült Nemzetek Szövetségébe, és akkor ugye ott ilyen nagy diplomáciai nyomást próbáltak gyakorolni a kórai követségek az adott országokra, hogy akkor szavazzanak arra, hogy ugye, hogy a kórai köztársaság beléphessen a Egyesült Nemzetek Szövetségébe. Itt ugye pont most Szomáliában vagyunk, és ugye az az alapkonfliktus, hogy egyszerre alapból ugye az országnak ugye van egy instabil helyzete, hogy van egy idézélesen demokratikus kormánya, de amellett ugye van egy ilyen katonai szervezet, aki ugye a felkelők meg a névfelszabadítóként funkcionálnak, és hogy itt egyszerre ugye a dél-koreaiak próbálják ugye az igazukat ugye átvinni, és ugye elérni azt, amit szeretnék, de mindeközben ugye a, dél a, észak-koreaiaknak is van egy ugye delegációjuk ott, aki ugyanúgy ügyködik, és akkor a film konfliktusa, hogy kitörülje itt a forradalom, elszabadul a káosz ott, Szomáliában, és ugye a észak -korai és a dél -korai delegáció ugye úgy találják magukat, hogy egyszer egyik pillanatban, hogy egyikük van ráutalva a másikra, de így idővel igazából így teljesen egymásra lesznek utalva abból, hogy itt túléljenek, és ugye ez ilyen, ilyen érdekes szituációt szül, hogy két ellenálló félnek együtt kell dolgoznia a túlélésért. Igen, egyébként én... ezt, ez, nagyon jó ez a, ez, ez a, film, és főleg ez a téma egyébként, ezt én nagyon szeretem, és egyébként nem, nem tudom, hogy ez mennyire gyakori téma, mert nekem ez a második ilyen Ö... film, amit látok. Az a téma, hogy a Északi és dél vagy a... Észak és vagy inkább dél Észak és Dél-Korea. Izé újra egyesülés, stb. Igen. Mondjuk ez a harmadik ilyen, mivel gondolok. Na mindegy, de hogy ezt nem tudom, te láttál még... Most a közelmúlva láttam pont egy másikat, annak az a cím, hogy Steel Rain, az, az fikció teljes mértékben, de hogy ott Király, is... hogyha a téma ugyanaz, akkor az nekem már elég egyébként. Nem tudja, hogy ott is, ott is az van, hogy a éjszak és délnek együtt kell dolgoznia. Ja, kurva jó. És annak Épp a végén annyira fikció, hogy annak a végén még egy ilyen megoldás megoldást is kínál a film a helyzetre. Nagyon jó, nagyon jó. E ezt teljesen visszaigazolom. A, e nem tudom, láttad de biztos egyébként a Park chan féle demilitarizált zóna, vagy a vezet ez a két filmje. Na, egyébként az zseni ebből a szempontból, hát az, az, az is valami szájledobós, de hogy ezt nekem, nekem rohadtul bejött a filmnek ez, ez a koncepciója, mert ez ilyen, nekem ebben így azt tükröződik számomra, hogy a, hogy a népszerű filmkultúrában felbukkannak a nép nek így az igényei. Tehát, hogy meg ezek a vágyak, hogy mit tudom én, újraegyesülés, meg ilyesmi, és de szerintem ez kurva szép, már csak úgy simán, ez így, nem tudom ezzel foglalkozni. Viszont nem tudom, akartál még a így általában a filmhez valamit? Hát, Egyrészt egyébként szerintem annak egy ékes példája az, hogy igazából ez a film annak egy ékes példája, hogy Dél-Korea igazából amit Amerika tud, azt ők mindent tudnak már. Igen. Ugyanúgy, ugyanúgy, hanem jobban. De hogy, tehát azt, amit, tehát ezt a filmet ugye, tehát lét, majd hogy tudok mondani egy filmet, amikor ugyanezt csak amerikaiakkal, meg kicsit más stílusban, meg az egy Michael Bay film, de a 13 Hours, az nagyjából egy ugyanilyen szituáció dolgoz föl, csak ott amerikaiak vannak. De hogy igazából általában is ez a film, ez szerintem azt mutatja be, hogy meg, tehát az egész ábrázolás módja filmtechnikai szempontból, az, az teljesen a nyugati iskola, Ö, de És annak egy remek példája, hogy tényleg, hogy Amerika tud valamit, jól, meg hogy szokott valamit, azt igazából Dél-Korea megcsinálja ugyanúgy, ha nem jobban. Igen, igen. Ez, ez a tipikus esete annak, hogy a, ha a róka száz éves, akkor a kölyke 101, tehát valami ilyesmi. De nyilván a koreai filmkultúra az nem a, az amerikainak a gyereke, csak a bizonyos elemekre nézve. Nem, csak de... az, az hogy, az, hogy, az hogy igazából, hogy tehát, hogy ez a olyan szempontból ez egy ilyen kinyilatkoztatás arra, hogy igazából nekünk már nincs szükségünk rátok semmilyen szinten, mert mindent, amit tudtok, azt már tudunk mi is. És sokkal jobb, tehát teljesen önállóan. Ugye az Exitnél is pont erről beszéltünk, hogy, a, hogy vannak ezek a hagyományos, ö, sajátosan amerikai zsánerek és zsánerelemek, amelyeket a kórai mozi egy az egyben átvesz, de nem újrahasznosít, hanem újra értelmez és újra teremt. És egyszerűen annyira, annyira jók, hogy csak úgy mellékesen ismerem fel benne, hogy egyébként ezek valamikor lehet, hogy egy ilyen sajátosan amerikai zsáner sajátosságban gyökereztek, vagy valami. De annyival, annyival jobban, annyival élőbben, annyival frissebben tárják elénk azt, ami ott már manapság nem működik, hogy az csodálatos. Igen. És a, másik része meg az ilyen kifejezetten kellemes volt nekem, hogy ebbe a... Tehát ebben már annyi korai filmet láttam, meg a sok sorozat, meg minden a közelmúltból, hogy itt már tényleg szinte minden színészt ismertem, tehát hogy... e -e -e. azt már ilyen külön öröm volt, és a másik meg az, hogy tényleg, hogy a, a, a színészek, tehát megint, hogy, tehát, hogy e tehát, tehát minden egyes alkalommal itt teljesen újraigazolódik újra igazolódik az a teóriám, hogy tényleg hogy a világ szinten, amiket... Jó, nyilván most a, a világ a korai mozit sokkal nagyobb mértékben fogyasztom és nézem, mint más nemzeteknek a mozijait, De hogy itt, tehát tényleg, hogy azt a. Tehát, hogy Hollywoodban már nincs meg az a szintű színészi alap szint, amit itt így kisújból kiráznak magukból. Igen. És, és minden karakternek, meg itt is minden karakternek olyan jelenléte volt a vásznon, és hogy tehát, hogy az, hogy amikor tehát egy amerikai filmben, hogy neked ilyen legyen, ahhoz kell oda, hogy legyen egy Brad Pitted, vagy egy ilyen tényleg egy ilyen nagy, tényleg nagyon nagy, giga nagy színész ágyút, hogy ezt a szintű jelenlétet, és itt meg így, itt mindenki így zsigerből hozza ezeket, az, azt a szintet, ami más, ami, ami más, ami Amerikába meg így kimagasló, az itt így azt veszem észre mindig egyre újabban, hogy színész, színészileg itt az az alap. Igen, a, Egyébként ez tök érdekes. Volt egy ilyen uh, életút interjú a Hu, a Song Kang ho val talán, aki a, aki a, a Parasite-ban a Father meg igen. Mér, sok más film. Na, igen, vele. Én a legenda. És, igen, igen. Meg ugye érdekes, hogy uh, ez most nagyon nagy zárójel, inkább mégse, bocs, <laughs> Vissza, visszatáncolok ettől, és hogy ő mondta, hogy amikor uh, amerikai rendezővel vagy amerikai területen forgattak, akkor neki ilyen izé volt, hogy, hogy hú baszki, ezek itt így teljesíteni akarnak, meg azt akarják, hogy elsőre jó legyen, de hogy a, a koreai színészeket egy csomószor hibáznak, meg ilyen tök fasz hangulatban zajlik az egész, meg elhőgik, meg minden, és akkor végül csinálnak valamilyen geci komolyat. Tehát ne, és nekem ez annyira jó, hogy így elképzelem, hogy fölveszik ezeket az ilyen nagyon komoly cuccokat, de hogy ez úgy sikerül, hogy, hogy, hogy meg, ezért, megcsinálják próbálkoznak, tudják, hogy hogy legyen jó, és hogy nincs egy ilyen befeszült kényszer, hogy jó legyen, hanem hogy, hanem, hogy a, a tűpontosság és a genialitás, ami adódik, az belülük ilyen faszántosan adódik. Tehát, hogy hogy mondjam? És ez, ez önazonosan természetesen jön. Igen, de itt önazonosan jók, meg ilyesmi. És hogy amikor Amerika engedi így el magát, akkor halálos iramban tíz. És hogy azért, na, itt és itt tényleg, ez... már csak a, igen. a, két, tehát oké, hogy a, ugye a két ö, nagykövetnek is ugye tényleg a dinamikája ilyen ö, nagyon hatásos volt és emlékezetes, és tényleg amikor csak leültek és egymással beszélgettek, tehát így azt így órákon át elnéztem volna, de hogy a dinamika a két titkos ügynök között, vagy az, az, a különleges ügynökök között. Ja, igen, tehát, igen, a, igen. Tehát az is az, az, a rivalizálás, és az a, az a tehát hogy, tehát ott vannak a két nagyon kompetens ember, és hogy teljes szöges ellentétei egymásnak karakterileg, öö, megjelenésileg minden, mégis ugyanazok a képességeik, és ahogy az a, tehát hogy a, a ki nem mondott kölcsönös tisztelet, hogy kialakul a végére a kettejük között, tehát a, amikor ugye az egyik karakter ott benéz az egyik kocsiba a végén, és hogy Igen, kiül az már az, amikor igazából amikor, 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 amikor gyűlölsz valakit, de hogy mégis így rádni a, a személyisége annyira, hogy aztán mégis. Öö, egy tisztelet alakuljon ki a másik iránt. Tehát egy annyira természetesen, és zsig... tehát tényleg az, amit te is mondasz, hogy egy, tényleg ezek náluk, hogy ez, így, ez csak így jön. És hogy ez annyira jó. Tehát annyira jó, hogy ez ilyen filmeket lehet látni, tehát és így, ezeket így szórják magukból. Igen, és tehát tényleg nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy tehát aki, aki ma progresszív, és a filmfogyasztását azt, hogy mondjam, aktuálisnak, meg érvényesnek gondolja, akkor az a koreai filmeket néz, mert hogy ez a... De, na, most erre mutat az irányjelző faszon, de, hogy ez a... <coughs> ebbe az irányba. Na de mondanék kritikát, hát hogy nekem a film úgy a második felétől, szinte a mértani közepétől a felétől kezdve sokkal jobban tetszik, mint az első felében. Tehát, hogy például a, a, a... Nekem volt egy ilyen problémám, ez lehet, hogy, hogy csak ilyen személyes dolog, de hogy nem voltam tisztában a politikai helyzettel meg az egész. 80-as évek Szomáliájával nem vagy tisztában. Pont, pont ez nekem egy ilyen hiányosságom, tudom, hogy ez ilyen durva, meg hogy a passzol, meg általános művelőség része, de volt. hogy ezt így nem, nem tudtam, hogy mi van, és hogy ezt a filmből megtanultam a végére, de hogy az első felében olyan szinten szórják a politikai részleteket ilyen félszavakkal, oda se figyelve, mert ezt mindenki vágja, aki ott éppen tevékenykedik abban a politikai kommunikatív közösségben, de én nem vágom, geci. És olyan pörgős az egész, hogy, hogy nagyjából azokat a részeket fel se fogtam. Azt nagyjából megértettem, hogy igen, van egy ilyen robbanásra kész kvázipolgárháborús kvázi polgárháborús környezet, ahol bármelyik pöccintésre kirobbanhat az izé, és ki is robban így néha, tehát már így, már így robbangat. És hogy mikor fog ténylegesen felrobbanni, az az csak időkérdése, és bármikor bekövetkezhet, és hogy ebben a környezetben vannak különféle külső politikai érdekek, amelyek vagy rosszak, vagy jók. az szerint, hogy éppen kinek a pártján állunk, tűnhet úgy, hogy az ő manipulatív vagy bármilyen szándéka, az rossz vagy jó, oké, okay. és akkor ezeket így helyén kezeljük, és akkor még ott van, hogy van ez a korrupciós szál, ugye, ahú, oh, baszki, egyébként ki akarok emelni ezzel kapcsolatban egy a dolgot, az, a, a és nem az egyértelműt, hanem a, a, másikat, hogy, de elmondom az egyértelműt is, mert az úgy jobb, hogy van egy, amikor üzletelnek ott a szomáliai csávóval, és akkor ez Igen. az ilyen, hogy annak érdekében, hogy valamilyen kölcsönös politikai érdek megtörténjen, adjanak pénzt így a gyerekeinek, hogy Igen. tudjanak egyetemen tanulni, ez kurva jó, meg ezek Igen, a megjegyzések. És ki van akadva a... utána, hogy hogy a tökönbe csinálják itt a politikát? Igen, tehát hogy ez, és ez zseniális, hogy, hogy ilyen megjegyzéseket tesznek arra, hogy mennyire kiforrott itt, nem csak hogy nem, nem demokrácia, egyáltalán az, hogy politika, az le van redukálva ezekre. Mennyire a... nem kiforrott. Igen, mennyire nem kiforrott az, hogy nem a személyes érdek. Érdekek, hanem a köznek úgymond az érdeke az, az előtérbe lépjen a, a személyes érdekekkel szemben. De hogy ez több szinten is megjelenik, ugye a legelején van az, amikor leszállnak, és vagy nem leszállnak, de mennek át egy ilyen kapun, és valakit ott félre küldenek azt hiszem egy nőt, hogy belenéznek a táskába, és van benne valamilyen mondva csinált hülyeség, ja, igen, igen. és elküldik a picsába, de a másik már úgy jön, hogy benne van az útlevelében az akárhányas értékű pénz, és akkor azt kinyitja, és az persze, mint ki, és a vajon megy tovább. Ez azt hiszem a különleges ügynök, igen. aki már úgy adja oda az izéjét. Tehát, hogy ez az ilyen, és ez is ez, ez ilyen finom, tudod, hogy ez már annyira átította a, ez az ilyen, ilyen, félig meddig korrupt mutyizás, az egész rendszert, hogy ezt már akik így nyomják, az is zsigerből nyomják, és tudod, ez már ilyen üzleti szintre kerül, hogy kinyitom, van benne pénz, jó, táskát kinyitjuk, van benne valami, keci, nincs, á, akkor legyen az, oké, félreküldjük, következő, kinyitom, benne van a pénz, oké, táskát kise nyitjuk, mehet. Kb. ez a fajta. És ez a, tehát ez, 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 ez így beütött nekem a film elején, hogy ez így milyen elegáns már, hogy ennyivel fejezik ki, ez a csodálatos volt. De most akkor igen, kiütötte, tehát hogy a, a jó élmény az most jóvá teszi a politikai kavarást, hogy nem értettem, hogy mi van fene van, de aztán megértettem a film végére, mert nagyon szétrendezték két ilyen egyértelmű szembenállásra, és aztán egy ilyen egymás utaltságra és egy covenantre a, a dolgot. A, a másik, ami nekem kicsit azért néha necces volt, hogy ugye a koreai filmekben nagyon szeretjük, hogy valahogy az érzelmi hullámvasutazásnak a legnagyobb szakértői, és hogy olyan szinten tudják ezt művelni, hogy egy filmben mondjuk, van egy, van egy jelenet, vagy legyen egy set piece, és abban van 15 másodpercnyi kritikus időtartam, amikor amikor van egy drámai fordulat. És hogy 10 amerikai filmből 9-ben szar, és ambivalens lesz, és a közönség fele ezt gondolja, a másik fele pedig azt. De, a, de itt olyan, hogy itt ez 5 másodpercről gyorsul nulláról százra, és lassul vissza úgy, hogy meg se húzza az autóutat, vagy hogy nem tudom. Tehát, hogy, hogy úgy vált át a, a koreai moziban egy átlagos film a végtelenül debil viccességből a vérkomolyságba, hogy az ember keresi az állát. És na itt azért nekem volt egy-két olyan pillanat, amikor szerintem a amikor szerintem túl sok volt a, a, a sztereotipikus koreai debil humor, ami máskor kurva jó, csak mintha itt ez az egy kicsit sok lett volna, néhol, meg mintha a kavarás néhol túlzásba esett volna, meg ilyesmi, de az a pont, szerintem a filmnek a mértani közepén van egyébként, amikor, amikor van egy fordulat, hogy na most ténylegesen egymásra utaltak, és különösen az, amikor elkezdenek így vonulni, tudod, a, az utcán, amikor minden így lángokban áll, és akkor yeah. előtte van a Mustafár, és akkor így mennek, hogy, menjenek. Na, onnantól kezdve viszont átvált -e zseniálisba a, a, film. Nekem az első felében ezekkel voltak kisebb-nagyobb problémáim, de ezen kívül tényleg semmivel, és valami, valami csodálatos. Ja, és az, az a... autós üldözés. Na, az, az, valami, az valami jó, meg hogy milyen, milyen, okos már, aki ilyet kitalál. Igen. De tényleg. Egyébként de olyan szempontból amúgy a 13 hours azt ajánlom, mert hogy nem ez a megoldásod ott benne, ott ilyen amerikai verziós egy jóval ilyen, tényleg egy, tehát ez egy ilyen szép fa, az egy farönk, ami ott van ilyen a hasonló autós üldözésben, ami ja. a megoldás, de hogy van egy abba is egy hasonló autós üldözés, egy hasonló környezetbe, egy hasonló szituációban, és ugyanúgy az van, hogy nek a két autóval át az utcán, és lövik golyó, tehát légvédelmi ágyúval lövik a kocsikat, de csak mennek tovább a kocsik, és már tudod, már lángol minden, meg a kocsinak már kereke nincsen, de mennek tovább vele, és így király, ki Az is van de ami itt van tényleg ez az egész és ugye mind, ahogy megvan valósítva, meg mind a szituáció, tehát a, és az az egész, hogy ott a katalizátorra azzal az zászlóval, tehát hogy... Jaj, tényleg, az is az a kis minimális fasság, amin az elcsúszott, tehát hogy ez, igen. az meg, az agy agy agyvérzést kaptam kb. igen. És akkor miért közbeszóltam, még akartál valamit mondani, ha emlékszel még rá. Ja, volt, ja, ki akartam emelni, hogy milyen jó volt az, amikor... Azt mondom, elfelejtettem. Bocsánat. Nem, nem, a te hibád, de nem emlékszem most erre hirtelen, de volt egy nagyon jó pont még, ami, ami megemlékeztem, szóval számoljunk plusz egy a jó izé jelenetek. Ha mondanék egyet, amikor vacsoráznak együtt. Ja, igen, az az ismerkedés, a, az az ilyen egymáshoz közelítés a, a, az evőeszközökkel, tehát az, az valami egyszerre komikus, meg ilyen anyád, mi van, és nagyon kemény. Igen, meg ugye a, tehát az egészben ugye ez a kettősség, ugye, hogy a, tényleg a, a demokratikus kapitalista dél meg ugye a totalitárius észak és hogy az a karakterek személyiségéből is, hogy tehát a, alapvető mi voltukból a karaktereknek is, hogy jön át. Tehát mind a két diplomata, meg mind a két különleges ügynöknek a személyébe. Igen az is ilyen nagyon-nagyon érdekes volt nézni ezt a párhuzamot, és nagyon jó volt így a dinamika mind a jelenetekben, mind a párbeszédben, mind amikor verekedtek, tehát hogy még, még arra is rá lehet ezt vetíteni. Igen, tényleg egyébként igen, igen. Úgyhogy tényleg, aki kicsit is hajlandó az ilyen filmekre, de ez úgy általában, ez egy, meg ez egy olyan film, tudod, aki mondanám valaki, mond mondjak egy filmet, ami egy jó filmet, ami egy ilyen fasz a filmet, és akkor nézd meg ezt. Tehát Ja, igen, igen, igen. Tehát ez az a fajta film, amikor így valaki így általánosan mondja, mondjak egy jó filmet, és na, ez, egy jó film, Ez Igen, ezt megnézed, és akkor lesz, két óra minőségi időtöltésed, és a végén több leszel valamivel, mint előtte voltál. Igen. Na igen. Igen, úgyhogy sikerült beteljesítenünk a korai kvótát ezúttal is. Letudtuk. Nagy nehezen. Igen. Még egy panyologban, á, faszom, ezek ilyen szarok. Igen. De meg majd, jönnek majd az északkorai filmek. Amúgy engem rendesen érdekel, hogy mi a... Hogy nézzük. van -e egyáltalán? Igen, biztos van egyébként, de hogy tudod, ez mindig olyan, hogyha mert valami egy, egy, egy berendezkedés éppen egy, egy, ország népére és művészetére éppen nagyon rátelepszik és elnyomja és ellehetetleníti, akkor ott mindig van egy pár nagyon érdekes kezdeményezés. De az olyan, mint hogy annól a is ilyen érdekes filmjeik voltak, tehát hogy a, tehát az is olyan, hogy, tehát, hogy a, abból is úgy tehát film szempontból ott is abból jó dolgok születtek ki, az más, hogy minden, mint bármilyen más szempontból ott jó dolog nem történt. Igen, hát az ideológia Én... nagyon rossz, aztán ami a művészetből lecsapódik, az meg, az meg nagyon hasznos és nagyon jó tud lenni. Tehát Star wars is azért még megmutatkozik a hatása, úgyhogy Igen. Hogy mi ebben nem menjünk bele. És akkor menjünk el az utolsó filmünkre, az adás végi Trash horrorra ami most ezúttal, ezúttal, nem sikerült annyira trest összeszednünk. Ez a pápa ördögűzője, amit bemutattak Amerikában, és itt Magyarországon is, és egy kifejezetten nagy anyagi siker lett. Olyannyira, hogy bejelentették, hogy jön a pápa ördögűzője kettő. Igen. Amit ugye amit a filmben is ugye már megpedzegettek, pedig a filmet ugye azelőtt készítették, ugye nagy siker lett volna, tehát hogy itt, itt valami tudatos, olyan szinten tudatos, hogy ez az... jó lesz, mi? Majd... Tudták, hogy ez sikeres lesz, igen. És így, Á, igen, ö... igen, sikeres. Igen, igen. Pedig nem tudom, mert hogy mármint olyan szempontból én, én, egyrészt értem, mert hogy azért igen, nyilván, tehát, hogy, tehát ez az a fajta horror, hogy, ugye, ami, 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 engem ugye most idézősen taszít, mert hogy ránézek, és hogy Russell Crowe egy pápa ördögűzője, hogy... Úristen, Ör öh, ez meg. Most, is tud, most igen, igen, van annyi így, horrorfilmet... vagy... Igen. Hogy tudod, hogy a pápa ördögűzője. Tehát azért van, hogy pápa, mert nagy, mert sok, mert a struktúrában fönt van, és akkor milyen durva lehet a film. És így ránézek a címre, és így elmegy az életkedvem igen. kb. Annyi horrorfilmet nézhetnék, és így most miért pont ezt Mért nézném, pont ez de ez ugye, igen. hogyha most, ha átlagos János szemszögéből nézem meg, akkor meg nyilván azt, tehát, hogy ez egy horrorfilm, hogy ijesztő lesz. Nem nem a Jani. <laughs> de, hogy, de hogy pont ez az, hogy a pont a akarva akaraton a nagysága, meg a kommerssége miatt ugye pont egy olyan dolog, hogy ezt sokkal könnyebben valószínűleg el lehet adni egy átlag embernek, mint mondjuk egy gonosz halott felelmélkedés, vagy egy VHS 94-et, hogy menjek egy másik irányba, ami mondjuk sok szempontból egy sokkal jobb és szuper film ennél, de azért mégis azt eladni, meg azt megnézetni emberekkel, ahogy a patkány ember savathánya emberre. Mint mondjuk azt, hogy itt a Russell Crowe itt így egy ilyen jó, karakter, egy jó fejkedő, kellemes karakterben ördögött, így... üzöcskézik. kézik, igen, ez a legjobb összemkifejezés tényleg. Üzöget. I igen, igen. Tehát így tényleg erről el szól benne, hogy a ö tehát ez is egy igaz történet, nem igaz történet alapján, hanem ez, aki a rászá, akit a rászágró alakít, egy valós személy volt, és ő írt könyveket, és azokból a könyvekből csináltak egy ilyen igazából egy fiktív történetet. Én, és ugye. úgy, ap meg a pápa. Tehát He -he -he. És igen, és akkor a Crowe egy ilyen ördögűző, igazából a, tehát a, az, az első ördögűzés az kifejezetten egy ilyen kellemes meglepetés volt, olyan szempontból, hogy nagyon nem ilyet vártam. Meg tényleg, hogy olyan szempontból is, hogy az egész filmnek így megadja azt, hogy igazából ettől a filmtől mit tudsz várni. Igen, pontosan igen és, és hogy olyan szempontból utána azt szerintem nagyon sokat segített az egész film befogadásának a elősegítésébe az, hogy azt az nyitó jelenetet úgy ö, tették, olyan tették, amilyen. És az a lényeg, hogy őt ilyen, ilyen alsóbb szintű démonokat így előzőget az emberek testéből, de aztán ugye jön egy srác, akinek ugye a testébe egy, ö, egy komolyabb démon költözik, akit nem lehet csak úgy sipsup kiűzni és igazából ez a film konfliktussal, meg ugye ott így közben így a, egy ilyen nagyobb összeesküvést is sikerül föltárniuk, ami ugye a későbbi folytatásoknak majd meg fog ágyazni. Igen, és igen. És akkor ugye közben meg azt mondja, hogy egy amerikai család költözik, mert nyilván egy horrorfilmben, ha nem költözik a család, akkor nincs horrorfilm. Persze, tehát akkor az... És Spanyolországban egy ilyen régi kastélyban, amit felújítanak, eladnak elúj... és majd visszaköltöznek Amerikába. Egy templomba, nem? Vagy ilyen templomba? Nem épp, templom illet? volt. Hova faszba költözni? Nem, ez egy kastély volt. Kastély volt. Lehet, hogy egyházi épület volt, Szerint vagy a biztos ilyen. hogy valami egyházi épület. Igen, a... de hogy nem a kastély, hanem a. Igen, de, a... de hogy ilyen egyhágy, egyházi épület, vagy valami. De nem Ebbe is, is, is direkt templom volt, igen. De hogy valami. A nagy valami... Izé, tipik gótikus horrornak megfelelő helyszín. Igen, és akkor itt ugye a, a, a család legfiatalabb tagjába a kis kisba, aki már egy év az apja halála miatt egy szót nem mondott, beleköltözik a. a az Os nevű démon, és akkor innen elindul a konfliktus, azáltal, hogy megérkezik Russell Crowe a mop egyével. És amúgy, tehát az, azon nagyon jót nevettem, tehát, hogy a Russell Crow Rómából Spanyolországba elmegy robogóval. Ez a, ez a David Lynchnek az a filmje, amiben a a igaz történeten alapul egyébként, tehát ebben is a rokon ehhez a filmhez, amiben a csávó, akit a Henry Dean Stanton alakít, elmegy egy fűnyíróval a világ másik felére. Ez kb. Mm. ugyanez, ilyen, de... ez egy másabb a kontextus. igen, hát, persze. Itt ilyen, ilyen, ilyen vágóképpel akarták eladni, hogy akkor elindul Rómában a mopeddel, és megérkezik Spanyolországba, és azért tehát, tehát az, tehát ez nem igen. két 300 kilométer, és még akkor is sokat mondanék a mopedhez, de itt ezer kilométerekről beszélünk. Tehát igen, azért az, az, az felhúztam a szemöldökövet elég magasra, hogy itt most volt. a kedvencem, hogy a, a Russell Crowe akkora, mint a moped. Igen, és így meg a ül rajta, és olyan, mint amikor, mintha én ráülnék egy ilyen, egy ilyen, mit tudom, 5-6 éveseknek való ilyen műanyag, ilyen motorra. Jó, hát az összhatás, ilyen, az egy kicsit az arány más, de na, kb. Ilyen, ennyire igen, Az egész ugye egyébként az a bukéja, hogy ez a Russell tényleg a karaktere, vagy egy nagyon szerethető bohókás karakter. Ugye szabad szellem, a, tehát nem ez a beteszült egy egyházi szellem. figura, hanem aki így az iszogat, meg így poénkodik, meg ilyesmi. Igen, igen, igen. de és ugye, és, és ugye pont ugye ez, ugye ez is a csőrét az egyházi más vezetőknek, de ugye közben pedig ugye az, hogy ugye ettől függetlenül ez a tipikusan az a karakter, aki ugye lehet, hogy alkezd attól még az a feladat, amire neki nem alkesz a karakter, csak mit tudom, néha ez vitt magával egy flaska viszkét jobb, ha van, és nem hát, kell lapos a lapon. Jövő, Ez mindig ott van. Igen, igen, De hogy az, hogy ugye, hogy vannak, megvannak ezek a, a, rendszeren kívülálló személyiség jegyei, amik ugye a rendszer vezetőit zavarják, de ettől függetlenül abban, amit csinál, abban jó és kompetens. És azt más Tehát nem tudja csinálni. Tehát, hogy ez valóban. Vagy nem olyan jól. Vagy igen, persze, igen. És hogy ugye ez, ez a fajta karakter, és hogy ez itt tök jól működik, meg ilyen, tehát, így, tehát, ez is amúgy egy, egy, egy tök jó dolog, ugye a, már így a, nem tudom, hogy ez amúgy a valóságban is így van-e valószínűleg ilyen, hogyha a könyve alapján, a valós személynek a könyve alapján csinálták a filmet, de ugye ez az egész elképzelés, ugye, hogy a sátán ugye nem viseli a humort. Hogy, tehát, hogy, az, hogy azért viccelődik a karakter, mert hogy a démonok, meg a sátán, meg a gonosz, a, gonosz, ugye az nem viseli a humort. Igen, hát a mumus képet hát tágítják itt ki úgy, hogy ez is beleférjen. Csak ugye ez nekem kicsit, ami az ilyen filmeknél általában zavarni szokott, hogy ez a, hogy a vallásos vonal az mindig nagyon primitív. Tehát, hogy nem tudom, azért a, a, a mumus az egy, ha nem a fogalmi szinten vesszük, hanem tényleg, hogy az micsoda, akkor az nem tudom, a leginkább az ilyen kopogó szellemmel van egy, egy magasságban, azért mégis egy, egy, mit tudom én, egy, egy, egy azmodeusz, meg ilyesmi, jó, az ellen mondjuk pont nem is véd a humor, faszom, mindegy, nem jött be a logika, de hogy azért szerintem ez az ilyen összemossuk a dolgokat, ez általában jellemző az ilyen filmekre, és erre is. Tehát, hogy itt minden, minden egyházi motiváció nagyon, nagyon le van redukálva, egy ilyen nagyon jól átélhető, nagyon nyilvánvaló dologra. De egyébként maga a film, amiről szól, hát ez arról szól, most elmondom, hogy fel kell dolgozni a traumáinkat. Ennyi. Tehát van a, van a Russell Crow, neki is van egy traumája, amit van egy elfolytási réteg, az nála ez a hülye humor, az alatt van a trauma, fölötte van ő. Egyház, fönt van a, a képmutató klérus, elfolytási szint, a befeszült szabálykövetés és a Russell a basztatása, de ez ugye a szabálykövetésből következik. Alatta pedig van ugye ez az inkvizíciós háttérsztori, ami kibontakozik, amit konkrétan pecsétekkel és ö, szent mágia-szerű cuccal így elfolytottak. Oké, okay. így. A kisrácnak ö, a meghal a, vagy eltávozik, meg, meghal, vagy csak úgy kikerül a családból a fater? Meghal? Nem tudom. Igen. Legyen, igen, meg, meghal a fater, és ezzel neki ez a traumája, van egy elfolytási szintje, hogy nem beszél, és akkor ez a tünete, és akkor e fölött meglétezik ő maga. És ez a három trauma, így mit tudom én, így kölcsönhatásba kerül, és az a három trauma így összeütközik, és akkor ez kell, meg, az a feladat, hogy meg kell menteni a, a kisrácot, jóvá kell tenni, vagy hát legalábbis meg kell birkózni a, az egyház által elfolytott bűnökkel és traumákkal, és közben a saját traumáit is, mert az ördögűzőnek valahogy föl kell dolgoznia. És tehát ez egy, ez egy globális traumával megbarátkozás film ami amúgy jó, és egyébként nagyon érdemes nézni, hogy a, erről volt egy hosszabb ö, agymenésem a, izé, a párbajos adásnak a, az elején, hogy nagyon érdemes arra figyelni, hogy az éppen aktuális horrorfilmeknek mi a fő témája, mert abból tök jól kiütközik a, egy csomó társadalmi ö, aktuális szorongás, meg, meg, ö, meg vágy, meg ilyesmi. Tehát például ez, a, ez az ilyen leszállunk a traumákhoz, és feldolgozzuk őket, ez, hát ez, 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 egy örök kérdés, ez szinte mindig népszerű, de hogy például a fővonalas filmek között, mint például ez a fajta film, ami horrornak azért mégis ismertebb, mint az átlag, ennek, egy, ennek ilyen témája van, azért az mégis sok jelent valamit. Igen, és meg az egész elképzelés, hogy a szempontból az, szerintem tök jó volt. Tehát... Tehát hogy olyan szempontból, hogy a megvalósítás terén, oké, okay, közepes, és így vannak benne idétlenek pillanatok, vannak benne kifejezetten jól működő pillanatok. Ez a, ebből a gagyi horror színből szerintem pont ez emeli ki, hogy van benne egy elképzelés, meg egy mögöttes tartalom, ami tényleg pont annyi pluszt ad hozzá, hogy végig, egyrészt végig föntartsa az érdeklődést, másrészt pedig, hogy ne, azt, ne érezzem azt, hogy akkor ez most egy elvesztegetett idő volt, mert semmilyen szinten nem volt az ez, ez a film szerintem. Igen. Tehát, hogy ez így... Én sokkal rosszabbat vártam ennél, és így nem egy jó, meg, tehát én nem feltétlen rohantam most így, hogy láttam volna, és akkor most így visszatekerni az idős újra. Részlet. Igen, igen, meg ilyen. Tehát én nincs erről szó, de hogy, tehát, hogy sok, egy fokkal kompetensebb sok szempontból, mint amit azt szerintem így a, a plakátja, meg így a előzetes Meg a tréler, főleg a tréler, az nagyon szar filmet nem fest a tréler. Szerencsére. Igen. igen, azért lett ilyen sikeres. Hát, hát most. igen, igen egyébként. Igen, ez meg a közigényekről, akkor biztos sokat elmond, hogyha. Igen, igen, hát ez igen. <laughs> de, úgyhogy igen, úgyhogy tehát ez a pápa ördögűzője nem azt mondom, hogy rászolgált a sikerére, meg hogy egyáltalán értem is, de hogy így annyira nem sajnálom tőle, mint látatlanban valószínűleg lesajnáltam volna. Tehát, hogy, igen, így, igen. hogy így, hogy, ezt ilyen szempontból néha érdemes megnézni ezeket a olyan filmeket is, amik így első ránézésre egy nemek, hogy korábbira is utaljak, e, mert lehet, hogy tényleg több van bennük, mint amit azt elsőre látunk, mint ahogy Gandalf is mondta a hobbitokról. Hát igen, többen van ebben a, aztán rájött, hogy csak igazából egy, egy mellény szól. De, igen. igen. De különben ez tényleg, meg hát ez, a, ez, az autentikus mozinézés, nem? Hogy beülök aztán, vagy jó vagy szar. Hát igen. Mert... Igen. Csak meg ha hát valaki a, a rendfield akarja ezt eljátszani, ezt a képletet, akkor inkább játszol ezzel a filmmel. Most ezt így, ez ilyen, ilyen protip, hogy ne azzal. Igen. Vagy nézzük meg a korai verziót, a korai pápa ördögűzője. Na, olyat kérek, köszönöm, ezt, ezt nézném. Igen. Úgyhogy igazából ez lett volna a 166. adásunk sima filmesként, aktuális filmekkel. Azért a filmdömping úgy mondom, nem, hogy a láb, mert lesz azért sok szuperhős film. Egyrészt ugye lesz... Minket nem ugye... nézek meg. Igen, hát a, én, a, én, 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 nézek mindkettőt, mert egyrészt lesz a iránya, nem, nem a irány pókverzum, de annak a folytatása, aminek most nem fog eszembe jutni a, a magyar címe, de a új pókverzum film, aminek a galaxi sőző előtt leadták az előzetesét, és azt még nem láttam az előzetest, és tök jónak tűnt. Meg ugye lesz az új Flash film is, ahol Michael Keaton visszatér Batmanként, és ugye nosztalgiára csorgatni kell a nyálamat sok pénzért. Egyrészt, és ugye azért azt ne felejtsük el, aminek majd lesz egy új film, aminek biztos egy egész adást fogunk szentelni. Június végén Indiana Jones visszatér a mozivászorra. Úgyhogy igen, annak, annak arra lehet számítani, hogy ott akkor az egy abból arról egy különálló adásban fogunk értekezni, hogy mégis milyen lett az a film. Igen, egyébként ez azt jelenti, hogy elmondjuk két és fél órában azt, amit a párbajadás elején elmondtam öt percben. <laughs> de igen, de nem reméljük, és továbbra is reméljük a legjobbakat. Igen, tudom, reméljük a legjobbakat, mert ilyen, mert megrögzött optimisták vagyunk, és igen. azt hiszem. hát, hogy nem, mi, lennénk rá... a leg, mi lennénk a legboldogabbak, hát jó lenne. Tehát, hogy... Igen, és nem tenni tönkre a gyerekkorunkat teljesen, és félig igen. talán talán teljesen. Igen. Úgyhogy úgy, lesz, lesz, miről, beszélgetni, meg lesz majd június, júniusban Mission Impossible film is, vagy lehet, már az is vagy Ugye június. Oppenheimer is, meg Barbie Oppenheimer is. Oppenheimer, vagy... Barbie is, igen, Na, ott... igen. Meg, meg közben majd az A24 is droppolni fog még érdekes filmeket, úgyhogy így, hogy itt teljes, a moziban teljes mértékben visszaállt az egyensúly az erőbe, mint ha nem is lett volna itt pandémia. Hát igen, hála az égnek. Igen. Már csak azt kéne, hogy a havi egy korai film a moziba azért azt a szintre eljussunk. Igen, aztán utána meg a heti hét, vagy hogy úgy mondjam. Igen. De, hogy hát az... nem, hanem csak addig eljutnánk, hogy ami ott, ami ott ugye mondjuk egy ilyen kassza siker nagy film, ami havonta egy minimum van, hogy az így, azt így, az így eljusson a magyar forgalmazókig. Igen, az lenne a legjobb igen. igen, igen, de nem baj, nem baj. Ami késik, majd nem múlik. Megmondjuk. Amikor pedig amikor meg ez majd bekövetkezik, akkor meg majd elmondhatjuk, hogy itt évekkel ezelőtt mi már akkor megmondtuk, már hogy ez lesz. Kurvára tudtuk fú. Ez... Igen, ott voltunk mindenki előtt. Igen. Úgyhogy <laughs> köszönjük szépen mindenkinek ismét a megtisztelő figyelmet. Igen, ha a kommented eltűnik Youtube-ról, azok nem mi voltunk, hanem a YouTube. Mi válaszolni akarunk. Kommentet <laughs> Igen, a YouTube mellett pedig tudtok az összes podcast alkalmazáson hallgatni, Facebookon, Twitteren tudtok követni, e-mailben filmnéző filmnézőpodcast.gmail.com-on tudtok üzenni nekünk, és van egy közösségi Discord szerverünk, ahol tudtok velünk bármiről beszélgetni, és szoktunk tartani filmklubot is, ahol közösen lehet velünk filmet nézni. Igen, és emellett pedig majd hamarosan jelentkezünk, a következő adás pedig majd a fűrész ötödik része lesz, mert ugye azzal a szériával is egyre részesen közeledünk a októberi tizedik rész bemutatójához. Fejfej -fej mellett a halálos iramban és a fűrészek részszámra igen. tekintve. Igen, igen, igen. Melyik nyelv a reklám után megtudhatják? Igen. <laughs> Úgyhogy ö, ennyi, úgyhogy lesz adás a jövőben is, nem kell félni. Meg ugye Dokival Gergő folytatjátok a párbajt idézőjelesen. Igen, cápává cápáv, alakul cápáv. a kamion. Úgyhogy, igen. igen Úgyhogy ö, még egyszer köszönjük szépen a figyelmet, hamarosan újra itt leszünk, itt volt Gergő. Sziasztok! És én Lehel. Sziasztok!